Na hát véget lemérő, szeretettel üdvözlök ismételten mindenkit. Hát kérem szépen, szerda van. Szerda délután 5 óra, ami azt jelenti, hogy möcö-höcö stream pereg. Sziasztok chat, üdvözlök mindenkit itt, és remélem egy közös jó kis, hát ilyen blokkpakolgatásban lesz ma a részünk. Szevasztok. Mi a helyzet veletek? Mi történt veletek az elmúlt napokban? Én itt a legelején el szeretném mondani, hogy csináltam AFK sessionöket. 17 óra 4, van már, jól van, Nóri, jól van. Szevasz, Patent. Szóval én afkolgattam, hány farmnál? 3 farmnál is afkoltam egyet, azokat is felvettem replay moddal, illetve azt is felvettem, hogyan kiszedem a termést. Sziasztok. Csodálatosan szép napot mindenkinek. Szia, Andy! Pörögjön a pörög a vöccő, mint a rohadt élet. Andy, nagyon szépen köszönöm a 2 napot, grata zöld badge-et, ez kösz a riszávot. Szóval az a nagy harci helyzet, hogy azt mindjárt lejátszom nektek, hogy ment az AFK. Itt kigyűjtöttem magamnak egy jegyzetbe, hogy melyik farmnál mennyit afkoltam. A Shulker farmnál kezdtem, ott afkoltam 20 percet, mert ott nem kellett olyan sokat, pár Shulkersel kellett azért, hogy tudjak új Shulkereket csinálni. Szia, aztán Luki, a stream megy. Nekem mindjárt mondom. Kalkulus vizsga holnap. Hoppácska. De a möcöt nézni kell. Már 5 hónapnak. Kösz az 5 hónapot. Egy hónap múlva új badge-ed lehet, T-Fru. Kösz szépen a riszávot, és hát sok sikert a hónapi vizsgához. Sok sikert mindenképpen. Utána elmentem a Vider Farmhoz, és hát ott afkoltam. Hát ott nyilván ott kellett lennem. Ott ez majdnem egy ilyen 2 órás session volt ismételten. Ott ugye megint szénér mentem, hogy működjön a szupersmelterünk. Mindjárt kint a feje. 2 hónap is már kint van, Titi. Nagyon szépen közé a 7 hónapot, főnök, nagyon szépen közé, hát tényleg. Balázs, hát megszületett neki is a Teach Baby-t. Hát gratulálni szeretnék ez a jeles alkalomhoz, Balázs, meg a fekete badge-hez is. Kösz szépen, és cool Osi, neked meg nagyon szépen köszönöm a 3 hónapodat. Nagyon szépen köszi. Nagyon szép a kék badge, te neved mellett. Micsoda Big Quick Word-nak itt, kérem szépen. Timi, kösz szépen a 100 bitet, kösz a szurkolásodat. Valdemort, kösz az 50 bitet. Ne legyen villany szerelőr, mert szerintem nem lesz belőlem jó farmer. Hallgass rá, szerintem Valdemort, bármi is lehet. VTF. Kösz szépen. Szevasztok, szia mindenkinek. Hello, srácok, lányok. Szóval a Vider Skeleton Sky farmunknál egy ilyen 2 órát afkoltam majdnem, aztán átmentem egyet az arany farmomhoz, csak hogy legyen aranyom is, hogy az aranyrépával se legyen problémák, ott nagyjából egy ilyen 1 órát afkoltam, és voltam még a Gunpowder farmunknál, és ott egy olyan 45 percet nagyjából, és ez így nagy, akkor meg is mutatom szerintem nektek, hogy ez hogy nézett ki, ilyen nagyon szuperül össze van vágva, semmi extra, csak fel van gyorsítva az AFK session, nagyjából lássátok, hogy mi történt. Szóval Ez történt streamen kívül. Azt is meg fogom mutatni így, amit jelenleg látjátok, hogy oda mentem a chesthez, és bang, ez lett a 20 perces shulker AFK sessionből. Ma kész lesz a fal? Hát Áron, én nagyon meglepődnék, ha már elkészülne a fal. Hát ugye megvan a falnak az egy negyede. Hát figyelj, amit a feléig jussunk el mindenképpen, tehát az legyen mondjuk a célunk, de hogyha tovább tudunk jutni, akkor az meg perfektó lenne. Kösz a 10 bitet. Te is mondtad, fura ember, fura gondolkodás. Neved magadra. Nagyon szépen köszi, de volt a 10-est, és a Balázs kidobja az 500 csírt. Atya úristen. Csírt. Mit mondtam? Nagyon szépen köszi, Balázs, az 500-as. Te jó ég. Üdv a vonatom. Ja, szia, Fanny. Mennyi fejem van? Azt nem néztem meg, hogy mennyi fejet termed, vagy megnéztem. Na és itt az a legvégén, nagyon le van lassítva, mert nagyon gyorsan csináltam, hogy mit nézek, de nagyjából ennyi a lényeg, láttátok. Van jó sok szenünk, van jó sok mindenünk, szóval igazából, hogy nagyjából jól érezzük magunkat. Benny full of kösz a 2 hónapot. Grata zöld becsesz, Benny. Nagyon szépen köszi a riszabon. Hogyan veszed fel ezeket a replayeket? Hogyan nézik ki? Hát a replay moddal veszem fel a replayeket, azt úgy ide kívülről meg tudod csinálni, és hát plusz még shaders-t bekapcsolom, hogy úgy nézzen ki a replay módban. Az igen, Candy, kitartás, neked kitartás. Biológiai tézében segítsek, mert egyes lett, kérlek. Nem jó helyen keresgélsz, Mike, nem jó helyen keresgélsz. Ről a live lesz nem soká? Nem tudom, menő gyerek, nem tudom. Valahol Tanyosi lakakalának nagyon szépen köszi a subgiftet, nem pop-up-olt. Pedig ez már a 90. subgiftet a csatornán, dude. Hatalmas nagy pacsi neked, kösz szépen. Majd reméljük megérkezik az alert.
holnap nekünk nincs suli. Na, Csaba, én ennek tökre örülök. Na, szerintem pörögjön a möcő. Pörögjön a möcő mindenképpen. Pergessük meg, mert soha nem készülünk el. A falat folytassuk. Szerintem folytassuk a falat. Szépen átlépek ide. Let's go. Ezt kirakom magamnak full screenben. Nagyon jó. És akkor... Szerintem halkak vagyunk. Aha. Most annyit jelezzetek vissza, hogy így a hangerő stabil-e, légy szíves. Kérlek szépen. Minden remekve. Minden remek. Hercegnő Timi, nagyon szépen köszönöm a 100 bitedet. Nem jönnek meg az alertek. Az előző subgift... Most valami jött, de én nem látom. Most jött meg a... Ez Balázs, akkor... Ez hogy? Jó a hang? Király, köszi szépen. Na várj, itt valami nem okés. Valami nem okés, mert Balázsnak megjött a subgiftje. Viszont... Stream Elements. De csodás, de csodás a Stream Elements. Szóval, Timi, kösz a 100-as. Nagyon szépen köszi a 100-ast, és Balázs, köszönöm a subgiftet, Senior CYX-nek. Reméljük a többi alert is megjön majd. Na jó! Szóval igazából ez volt az AFK session, itt amúgy közben volt már amúgy 9 tekem, én azt hittem, hogy nincsen ennyi, de mindegy. Most azért megint van annyi gunpowderünk, amivel azért egy ideig el leszünk, egy ideig ezzel el leszünk. Az egy problémám van, hogy nincs itt a tűzijátékos shulker boxom, ami egy kicsit sad story, nem tudom most feltölteni, de legközelebb, hogyha visszajönk ide a bázisra, akkor szóljatok rám, hogy hozzam magammal. Papi, neked van érettségid? Van érettségim természetesen. Hopp! És megjöttek az alertek, zsír! Jól van. És hát aranyból is azért most van bőven. Aranyból is most azért van bőven. Ez, vár, mit mondtam az aranyfarmnál, mennyit afkoltam? Az aranyfarmnál, hát majd egy órát afkoltam az aranyfarmnál. És azért, ha ezt így megnézi az ember, azért ez így nem rossz termés, nem? Sziasztok! De bele se fog ide férni. Atya úristen, miket termel ez a farm. Nagyon király. Altendex, közi szépen a riszavodat. 10 hónapnál tartasz, főnök. Alapító badge-el. Kösz szépen, Altendex. Szia, üdvít. És Ildikó, neked pedig nagyon szépen köszönöm a 2 hónapodat, és gratis zöld badge-hez, főnök asszony. Közi szépen. Visszaveszem az első helyet. Ja, sziasztok, mindenkinek úgy tűnik, hogy pihentem a betegséget, de még gyógyulgatok. Na, jó van. Remélem mindenki jól van, jó stream nézést, Kukac Luki neked meg jó játékot, Lukislav Lukixhi. Köszi szépen, Benny, kösz a 100-ast, és milyen vonatot toltok itt a stream elején, srácok, kösz mindenkinek tényleg. Kösz mindenkinek, pacsi nektek. Örülök Benny, hogy jobban vagy. Mindenképpen ez egy fontos dolog, hogy jól legyen az ember. Én is voltam a vérvételem, képzeljétek el. Már akarok nézetni, hát ilyen szűrő dologra mentem el ilyen laborvizsgálatra, majd hát kíváncsi leszek, mi lesz. Kösz szépen a 15 bitet, legközebb hozzam magammal, kösz, valam volt a helpert, gondoltam, hogy rád számíthatok. Szuper, akkor szerintem, hogy megvagyunk. Szerintem, hogy megvagyunk, szerintem mehetünk. Kell innen most nekem bármi is? Van-e gravelom, amit esetleg oda tudok vinni? Nem igazán. Szerintem szentem sincsen, hát nem sok. Annyira most szerintem sok minden nem kell, szerintem csapjuk neki. Mert ez a vérvétel? Hát a vérvétel az nagyon sok mindenre jó. Tehát attól függően, hogy milyen laborvizsgálatra vagy kíváncsi, rengeteg mindent meg tudnak nézni nyilván a véredből. Én ilyen tumormarker laborvizsgálatra jelentkeztem, mert így nem tudom, még soha nem voltam, és azért azt néha szokták mondani, hogy azért érdemes ilyen ilyesmiket megnézetni. És hát most életemben először megnézetem, hát kíváncsi leszek. Ha neked kék véred van, hát akkor sürgősen fordulj orvoshoz. Valamor. Na és amúgy mi a helyzet veletek? Chat, mit csináltatok tegnap? Mik a tervek? Ki nyer ma a Barca vagy az Inter? Ki van már izgatott állapotban?
valami horrort elkezdeni, de tervezek egy horrort elkezdeni, csak még nem választottam, hogy melyiket szeretném kipróbálni, még utána sem néztem, most egy picit várok így a Madison után, nem sokat, szerintem amúgy még ebben a hónapban elkezdek egy új horrort, egyszer majd elkezdjük Rüdiger Gólyát, láttam, így láttam, meg azt, hát gondolom arra vagy kíváncsi, hogy a hát nem tudom, balesetét, vagy minek mondják azt, hogy szépen leboxoltak, vagy összefejelt, leboxolt a kapus, vagy összefejeltek a kapusra, nem tudom. De láttam, hogy csúnyán vérzett. Mennyire tetszett a Madison? Tetszett, tetszett, jó volt, király volt. Szevasz, Káosz! Ti Super Smeltert csinálsz, jó van, Tami, nyomjad. Nyomjad csak, hát remélem tudod, hogy rengeteg, túl sok szén kell hozzá. Ezt a sok block of coal-t bele is töltöm szerintem. Köszi szépen a vonatot, fiúk, lányok, elment a vonat. Akik rajta ültek, azok tudják, hogy egy nagyon szuper helyre jutottak el, remélem. Oké. Okay. Ezeket szépen elkezdem ide betölteni. Szevasz, Szami, hellóka! Mi készül most? Hát, ha te azt tudnád! Amúgy... Egy bitang nagy projektet építünk ott jelenleg. Jelenleg ezt csináljuk, és majd mindjárt meg is mutatom, hogy hogy állunk, hogyha érdekel. De elvileg... Most arra leszek kíváncsi, ugye most ezek még, most meg kéne állítanom ezeket szerintem. Tehát, mondjuk ez attól függ. Aha, ezt nem kellett volna, nem akartam elindítani. Aha, ebben van 7 szent, csibészes. Hány videó szkáton töltél meg eddig? Na ki emlékszik, hogy mennyi volt az előzőnél, mert én nem. A 2002 breed. Mennyi volt az előző... A AFK session-üm után. Én nem emlékszem, ezt nem jegyeztem meg, de most tartok 8800-nál. 5000 valamennyi. Most 8800-nál tartunk. Tomori mire kapott pirosat, láttam-e? Láttam. Láttam, és hát eléggé megosztó volt ez a bírói döntés is. Nem tudom, mondjak-e bármit is. Nem tudom, mivel járok jobban. ...5370 volt? Aha, ez elképzelhető akkor. Ide akkor még tudok tölteni szenet. És akkor most nagyon jól állunk szénnel. Mostanában nem kell majd foglalkoznunk szénnel. Nagyon jó. Tizi fújható volt a piros túlzás, egy Chelsea-ben. Egy baj van ezzel, Simon, hogyha befújod a tizit, muszáj pirosat adnod. Szabály szerint, hogyha azt a szabálytalanságot lefújtad, akkor pirosat kell adnod. Hogyha elengedte volna és nem fújja be a tizit, akkor semmi. De mivel befújta a 11-est, ezért szabály szerint muszáj volt piros lapot adnia. A Tomori nem akarta megjátszani a labdát, ezért szabály szerint az piros. Az a baj, alapból ezt a tizit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés szer fújják be. Ez egy olyan könnyű szerrel adott tizi, hogyha még elesett volna mánt, mondjuk feldobta volna magát, tudod, hogy jááá, akkor senki nem reklamálom, úgy abban biztos vagyok. De nem ez történt, hanem ő még eljutott kapura lövésig. És ja, hogyha befolyod a tizit, akkor meg már nem tudsz. Az a baj, nagyon szigorú. Ez ilyen, sajnos. Az a baj, nem az, hogy elcseszte az egész meccset, hanem gyakorlatilag az eldöntötte az egész meccset, pedig tényleg lehetett volna belőle egy jó Milan Chelsea amúgy. Mert úgy is kezdődött, egész jó meccs volt az első 20 percben, az első fél idő további részében pedig már csak kaszálták egymást, hát az szörnyű volt nézni. De ja, nagyjából ennyi. Aki látta a meccset, az látta, hogy ez a bíró folyamatosan fújkált, megadta a lapokat Kisfa Ultra is. Amúgy a sárgák azok... Hát én nem emlékszem, hogy lett volna egy nem jogos sárga. Volt nem jogos sárga? Nem tudom, mindegy. Nyilván ez a piros, meg ez a büntető az eldöntötte a meccset. Amúgy. Kevesebb felháborodás lett volna, hogyha ezt a tizit inkább nem fújja be a spori.
Kedves Laki, most láttam, ha a vízben meggyújtod a TNT-t és rájtett homokot, akkor robban a víz alatt a TNT. El tudom ezt képzelni, viszont amúgy is robban víz alatt a TNT, nem? Vagy én most nem értem, mi van. Most arra leszek kíváncsi, hogy elindul-e magától majd ez a cucc, de ezt még nem töltötte vissza, na várja, akkor nekem kéne manuálisan elindítani. Ezzel mindig problémáim lesznek, az fix. De elindítom manuálisan, hogy ezekbe a hopperekbe töltsön, aztán majd meglátjuk. Úgy érti, hogy akkor kiüti a blokkokat? Aha! Hogy akkor nem csak sebez, hanem a blokkokat is körülötte. Jó, ez jó tudni. Hú, Berci a múlt heti intermatchről? Semmit. Azt már nagyon sokszor beszéltünk róla, én többször arról nem fogok. Majd a mairól beszélünk majd pénteken. Black Mirror kívül milyen más rosszott filmetet láttál, aminek ahhoz van köze El Camino, meg ilyesmi, az összeset. Láttam az El Camino-t is, meg a Better Call Saul-t is végignéztem. Szóval azokon kívül azt hiszem más nincsen. Na, arra vagy kíváncsi. Aha, 59-nél tart. Ide most megvárjuk, hogy ha 64-et betölti, akkor elvileg be kell majd záródni a fansgame-nek, de lehet, hogy nem várom meg. Te, mint Inter szurkol, amikor látsz egy másik olasz csapatot játszani BL-ben, szoktál nekik szurkolni, vagy ez csak spanyoloknál van, egy inkább úgy állunk hozzá, hogy kapjanak ki? Ez attól függ. Ez sok mindentől függ. Szavas sör, ez éppen attól függ, hogy... Hát... Én tegnap amúgy nem szurkoltam a Milán ellen. Tegnap nem szurkoltam a Milán ellen, még egy kicsit sajnáltam is őket. Aztán eszembe jutott, hogy milyen pökhendi volt az összes Milán szurkoló az előző szezon végén, és akkor rájöttem, hogy miért sajnálom őket. Annyira nem... Na, bezárult, big. Ez helyzetfüggő. Például az, hogy a Juventus kikapott a Hakabi Haifától, annak egy kicsit örültem. Milán szurkoló vagy Valdve? Shit. Amúgy sör... Majd mesélek valamit. Edki bátya, kösz a 3 hónapot! Nagyon szépen köszi, Grota kék badge-edhez, dude. Nagyon szépen köszi. A Saul milyen nagyon jó. Az elején nem szerettem. Elején meg is álltam valamikor 2-3 évad után. Viszont mondta a haverom, hogy hülye vagy, miért álltam meg, a következő évad a legjobb. És így nézem, akkor még egyszer elkezdtem előről, kicsit akkor jobban figyeltem már amúgy, meg ilyenek. És a végére a Better Call Saul van olyan szinten, ha nem nagyobb szinten, mint a Breaking Bad legvége. Pölő, ha döntő lenne Nápolis, vagy másik nemzetcsapata. Nápoli, vagy mondjuk egy Chelsea döntőn, Nápolinak szurkolnék. De ez függ az ellenfél csapatától, és például egy Nápoli Real Madridon már lehet egy picit inkább a Realnak. Mikor Pottert kinevezték, mondom, jó irány az el, remélem ő már hozzá egy bajnokságot vagy egy újabb BL-t. Azért mindent nem lehet egyszerre elvárni, nagyon friss edző még a Potter. Meglátjuk, hogy alakul majd ott az a dolog. Na, de elhúzzuk tovább a szót, kezdjünk el építeni, mert soha nem fogunk ezzel amúgy haladni. Szerintem ma, amit el kéne kezdenünk, az még 2 ilyen falnak a felhúzása, ilyen gradientes fal szerintem. Mondjuk csináljunk meg azt. Oké, kezdjük Andezittel. Napoli vs Barca, az 100%, hogy Napoli. Fú, én a Barcát most egy picit megutáltam. Szóval, ja, ez quite egyértelmű most. Volt egy külön chess, amiben csak Andezitiket gyűjtöttem, nem? Vagy Schalker, lehet, hogy nem, mindegy, akkor kiszedem innen inkább Andezitet. Valahol voltak pedig. Na mindegy, lehet, hogy visszatobáltam. Jó, elkezdem az Andezitet pakolni szerintem. Úgy keményen. Úgy szépen, mint ott. Ja, kezdjük. Jó napokat! Lejön 3 fal. Meglátjuk, hogy tudunk haladni. Mert ha idővel jól állunk majd, akkor belekezdhetünk majd még a 3. is. Meglátjuk, boys, hogy ez hogy fog kinézni. Ugye, itt az Andezitnak az a lényeg, hogy ez maximum 3 blokkot megy fel, tehát ennél a magasságnál nem megy magasabbra. Ennél, ja. Oké. És kicsit ilyen nyilván random a dolog.
aztán meglátjuk, hogy végül hogy fog kinézni, de remélem valami hasonlót össze tudok hozni, mint az előző kettő falon, mert azok nagyjából szerintem okésak lettek. De ennél a magasságnál nem megy magasabbra. Hát de így kell mondani. Nem tudom, hogy a Juventus hogy tudod kikapni így. Nem is olyan támadtak, ez olyan gázmeccs volt. Nem is néztem amúgy, én csak az eredményt követtem. Láttam, hogy fél időben 0-2, mondom, na, érik itt egy Allegri kirúgás, de aztán nem lesz Allegri kirúgás. Ti, vannak itt Juventus szurkolók amúgy, és nem, most akkor az előző kommentemmel, hogy örültem, hogy kikaptak, nem akartam senkit sem megbántani, hozzáteszem. Henry Koptert, igen. Igen. Kösz a 15-öt. Nem tudom volna, mindegy, a lényeg az, hogy akkor nem csak Juventus szurkolók. Szerintetek ideje lenne Allegritól megválni most attól függetlenül, hogy jelenleg nem tudja kirúgni a Juventus, mert nagyon drága lenne. Ami még 4 évig fizetni kéne a bérét, hogy mennyi. Ez így nagyjából jó, ahogy csinálom? Hát úgy nagyjából szerintem okésak vagyunk. Nem tudom, Berci, nem tudom, hogy melyik volt a kedvenc Minecraft verzióm, nincs ilyen. Nincs ilyen feljegyzésem magamnak. Valóban kéne egy átlós diorit majd. Valóban mondjuk, teszem azt ide. Így, okés lesz. Majd ma a Camp Nou-ba kaptok Leki diszkabarsza. Ja, kikaphatunk, benne van bőven a pakliban, hogy most egy feltüzelt Barcelona megbosszulni a múlt heti vereséget. Elkeni az Inter száját, benne van. Az is benne van, hogy az Inter nem fog olyan jól védekezni, mint védekezett addig. Ja, most hát az előző meccsem. De jöjjön megint egy ilyen átlós levezetés. Meglátjuk majd, hogy alakul ez a mérkőzés, meglátjuk. Juventus szurkolóként Allegrit már rég el kellett volna küldeni? Az a baj, egy baj van tényleg ez, hogy valami nem tudom hány éves szerződést írtak vele alá, és ugyanaz van, mint amit az Inter is csinált még Spallettivel, hogy kirúgták a Spallettit, és utána még 2-3 évig fizették a bérjét, mert hát, hogyha kirúgnak egy edzőt, utána általában ezek olyan szerződések, hogy utána még ahány évre szólt a szerződése, annyi évig fizetett. Hiába nem ő az edző. Na mindegy. De szerintem végigmegyünk már most itt Ondezittel, mert esünk túl akkor így egyszerre az egészen. Csináljunk meg egyszerre az egészet, vagy egyszerre ezt a kettő far részt. Mit szóltok, boys? Nem lenne hülyeség annyira. Nem kellett volna fehér beton nagy fal, csak kérdeztem. Fehér beton nagy fal. Hogy érted? Hogy érted, Zongecu? Jó, csak átlózja, oda menni fog, persze. Itt azért van egy blokknyi hit kihagyva. Itt jön még belőle a fehér fal. Jön még, persze. Oké. Okay. Oda jön. Jön majd mindenképpen. Bappi átvegy a Liverpoolba, hallottam-e? Hát jó. Egyrészt nem kell mindent egyből készpénznek venni. Másrészt azok a hírek könnyen elképzelhetőek, hogy igazak. Könnyen elképzelhető, hogy igaz, ami alapján nem érzi magát jól amúgy az Mbappé a PSG-vel. De aztán igazából ebben soha nem látunk bele mi semmit, szóval a fene se tudja, hogy pontosan mi az igazság.
ez ilyen, ez ilyen. Aztán, hát, amúgy szerintem az Mbappé az kicsit elcseszte így a dolgokat. Szerintem neki tökre egyértelmű lett volna neki, hogy a izébe kell mennie, a Real Madridba, beteljesíteni a, hát az álmát például. Az így hülyén néz, fog kinézni. Majd meglátjuk. Akkor kéne vágni ezt a gyereket, amúgy igen, Bence, valami ilyesmire gondolok én is. Na jó, megvagyunk így azon, de ez itt nagyjából. Most Candy itt van, szóval lehet, hogy mindjárt lecsesz, hogy ezt lehet, hogy eléggé szarul csináltam. Annyi most lehet, én sem érzem a dolgot magamban, de majd mindjárt meglátjuk, hogy milyen lesz. El klasszikó, mi a véleményed? Hát majd hétvégén lesz. Nem tudom. Lehet azért hosszabbított PSG-ba, hogy aztán ő lehessen a legdrágábban eladott játékos. Ilyen taxokat nyom szerinted? Lehet, hogy most izé... Nem tetszik neki, hogy... Haalandról szólnak a cikkek, hogy ő mit megy, meg milyen teljesítményt nyújt meg, hogy mekkora király, aztán most akkor egy kicsit így akkor primadót náskodni kell. Majd a végén rendesen látszik, ja. Az lehet, hogy egy kicsit sokan dezit, nem? Bár, hát... Na, tegem se tudja, meglátjuk. Tessék inni kiváltva! Chris Gamer 26 által. Kösz, Chris! Jó, én a viccen kívül. Én azt már az előző streamekben is felfogtam, Tom, ez, hogy neked nem tetszik. Azt felfogtam. Nincs ezzel semmi probléma. Nem tetszett mindenkinek ez a gradientes megoldás. Én ezt tökre ráhiszem. A lényeg az, hogy szerintem mocsok menő, és szerintem mocsok jól néz ki. Többi ez nem tudok mit hozzáfűzni, sajnálom. Kálcit, az nincs itt lent szerintem. Kálcitért szerintem fel kéne menni. Volt ott fenn valahol Kálcit? Van még VIP hely? Van még, őszinte vagyok, és ezzel semmi probléma nincsen, mondom, tényleg. De ezt már felfogtam, ja itt vannak. Meg a Diorit is itt van. De mondom, ezt már felfogtam az előzőben is. Na, egy újabb baby született? Csak nem, eséli. Nagyon szépen köszönöm a 9 napot, krat a fekete becsethez, Laura. És Matyó, nagyon szépen köszönöm neked pedig a 7 hónapos riszábódat, főnök. Kösz, fiúk, lányok, mindenkinek, nagy pacsi. Pacsi. Mondom, nekem csak a fal nem tetszik, a többi elég menő, amúgy. Ja, mondom, hogy tényleg... Elhiszem, meg értékelem az őszinteségedet. De nem tudok velem mit csinálni, nekem tetszik, érted? Szóval ez szubjektív dolog. Kinek mi tetszik, I guess. Yes, kinda szubjektív. Szerintem majd, hogyha egyben meglátod az egészet, lehet amúgy jobban tetszni fog, hogy... Mert például megnézed innen. Szerintem innen azért látszik, hogy... Ennek mi a lényege? Nem mindegy. Ja, az Arsenal amúgy, hogy mit megy. Amúgy. Az Arsenal meg a Napoli ebben a szezonban, hogy mit mennek, azok eléggé ilyen tündérmesébe illő dolgok. Ez maximum. Hát maximum addig megy fel, de ott csak 1-2 darab volt. Szóval a Dioritból olyan nagyon sokat nem pakolunk. Az a átlós lefelé az oda jó, nem? Vagy azt szedjem ki onnan? I don't know. Ki fog derülni. Alright. Matyó, a szab megújításod után köszönöm szépen a szab giftedet is, főnök. Nagyon szépen köszi, Matyó, Csirek 25 volt a szerencsés, hát mi a fene? A boldog karácsony mindenkinek. Boldog karácsony. Kösz szépen, Matyó. Tényleg amúgy, srácok, mindjárt karácsony. Mit szóltak ez a remek dologhoz? Ki nem szereti a karácsony? Ki nem szereti a karácsony? Én imádom. Mert ez kettő külön chat volt. Happy birthday. Én kb. Én vagyok a Grinch. Azt mondjuk, Titi rólad mondjuk pont el tudom képzelni.
Téged nem szeretlek, köztomászkó, kedves. Értékelem a te őszintéségedet is. Mennyi pénzt keres a YouTube-ból havonta? Kis vakon, de kicsit, légy szíves. Etikai könyveket egy kicsit lapozgass. Sok sikert a mai meccshez, Barca Drucker vagyok. Sok sikert nektek is, Crosp. Jó. Az mi? Gondoltam. Gondoltam, hogy valami ilyesmi dolog lehet a háttérben. Semmi. De azért keresére. Jó. Hát figyelj, nem tudom. Random pakoljuk ezeket a cuclikat. Valóban teljesen lemegy a kálcit, vagy se sokkal lejjebb. Mondjuk valóban oda. És akkor ide megint jöhet egy ilyen átlós. Lucky ne, azt nem keresi, ha nem kapja. Jó, hát amúgy itt lehet sok lett a Diorit, nem? Az előzőkhöz képest. Nem. Jó lesz az. Jó lesz az. Talán. Talán. Szerinted Ronaldo is érdemelne szobrot, vagy ez csak Messi? Angela, nem értem ezeket a kérdéseket, majd értem a kérdést, csak az a baj, én annyira nem vagyok tisztában nagyon sok mindennel. Tehát mi ez a szobor? Milyen szobrot kapott a Messi, amit talán nem érdemelne meg Ronaldo, vagy mit tudom, mi a lényeg. És beraknék egy átlósat, mondjuk, hát mondjuk pont ide. Nem lesz az oda jó. Egy sima szobrot kap Camp Nou elé. Barca stadion előtt kapott azt hiszem Messi egyet. Ja, hát a Barca stadion előtt miért érdemelt volna? Jó, tudom, nem ez a lényeg. Az, figyelj, a Barcának kb. Az egyik legnagyobb legendája jelenleg, és lesz is majd a jövőben is a Messi, szóval tök egyértelmű, hogy oda ő megérdemel egy szobrot. Az, hogy a Ronaldo, nem tudom, hol akartok Ronaldónak szobrot, mondjuk a Bernabeu elé, az már nem tudom. A Realba az is, hát, franc se tudja. Franc se tudja. Nusz 1K. Ez igen, Boldizsár. Szép munka. Így kell dobálni a csatorna pontokat. Olyan kevés Diorintnak tűnik ezen a részem. Majd egy kicsit alacsonyabbra jöttem, aha. Picit akkor itt megemeljük ezt a dolgon. Jó. Maybe, valahogy így. I don't know. Meglessük. Nem egyik, hanem legnagyobb. Hát várjál, kik voltak ilyen hatalmas nagy Barcelona sztárok? Mondjuk Iniesta, nem? Például. Tudom, hogy Lucky tök jó videókat csinál, de az, hogy néhány youtuber rohadt sokat keres, az durva. Ronaldinho. Ronaldinho az... Az nevezhető amúgy Barcelona legendának?
Mert azért Ronaldinho azért, hát Milánban is eléggé, hát nem tudom. Áron a Puyol. Ja, Puyolra még talán, igen. Nemrég jártam Inter és Milán öltözében is, teljesen más világ a kettő. Igen, a Milános ilyen luxusos, ilyen elkényeztetett srácoknak való. Az Interé meg igazi futbolisták. Igen, igen, valóban. Cruyff. Ja, a Cruyff az valószínűleg igen Barca legenda. Bajnokoknak való? Szerintem Lucky próbál meg úgy, hogy minden blokknak építesz X magasságon, mondjuk 3-4 blokknyit, aztán, hogy körbe visszafelé kicsapkodod és kipótolod az, ami felette alattam, hogy sokkal randomabbnak tűnik szerintem, aztán lehet tévedek. Igen, Candy is, ahol diorit hullámja alacsony, oda rakhatnál ilyen sarokkal érintkező extra dioritot, még annyira nem kell hullámos. Ott például sarokkal érintkező extra dioritot, még jó, mert megnézem majd, hogy nem tudom így elképzelni, hogy mire gondolsz. Igen, Candy is így mondta, és írta le nekem, hogy így csináljam, hogy először megcsinálom az, hogy három blokknyi ez, három blokknyi az, aztán utána csinálom a gradientet, de megpróbáljuk így, mert így egy kicsit azt szerintem gyorsabb, aztán lehet, hogy nem lesz olyan szél, hát majd meglátjuk. Mbappé jeltip. Nehéz megjósolni. Nehéz. Én inkább nem is mondok semmit, én nem tippelgetek. Azt hittem, hogy fejben csinálom meg élesben, ja. Akkor nem is ezt hittek enni. Jó, okay. Hát jó, majd figyelj, meglátjuk, hogyha nagyon fura lesz, akkor majd újra tervezünk, de összességében talán nem állunk olyan rosszul. Ma játszik a milánói B csapat is. Hát erre most nem tudok mit mondani. No. Egy focista kb. Egy hónap alatt annyit keres, mint egy tanár egy év alatt? Jaj, nem kell, hát jó, nyilván eléggé... Együtt tudok hozzáfűzni. Ja, át kell tervezed a konyha felújítást, nem tudom hol rakni a gépem és közben streamet nézni, ha épp szentot csinálsz. Oh no, na! Jöhet a bontás, Titi. Jöhet a bontás. Okay. Na, azt mondod, hogy rakjak ide egy ilyet, például Candy, nem? Például ezt mondtad, ha jól gondolom. Nem ilyen, ma nem viszi el a mixem az Inter. Mit raktál? Bobby Smurda. Hogy nyer a Barca? Aha, oksa. Amúgy... Hát jó lesz, ezt talán meglátjuk. Jaja, valahogy úgy van itt is.
De amúgy így lehet, hogy körbeérünk, ha ilyen tempóval tudunk haladni. Bár kérdés, hogy előtte megcsináljuk-e a... Hogyha ezekkel meg vagyunk, ezzel a belső falal, előtte megcsináljuk-e a fogeffektet, vagy először érjen körbe a fal, és utána mindenhol a fogeffektet. Szevasz Dezső, szevasz Panni, sziasztok, drága érkezők, mizu veletek! Mit tudtok felhozni mentségetekként, hogy késtetek? Szigor van. És akkor induljon a fal. Oh my god. Tanultál, Dezső, jó. Most az egyszer állnél. Házi tirtál, jól van. Jó kifogások amúgy, kamerek vagytok. Ilyen körbe, akkor olyan motivációd van befejezni a fogeffektet is. Lehet. Meg ez a nehezebb része, ezen jó lenne túllendülni amúgy. Jó. Igen, egy átló megint. Ezeket a lyukokat azért jó lenne betömkörni, aminek meghagytuk a helyét. Jó. Visszafelé is még ott lesz talán egy darab, amit így be kell tömnünk, de amúgy nem vagyunk rosszak. Gyorsan a stream előtt frissítettem, hogy a felkiáltójel projektparancsot, és amit ahogy látom Levi lehozta, hogy most már nem csak annyi van, hogy kiszárítjuk a templomot, az Ocean Monumentet, meg átalakítjuk, hanem egy picit annyit még beleírtam, hogy a Ocean Monumentet is könnyékét teljesen egyedivé alakítjuk, és kicsit sci-fi stílusban. Ja. Nem tudom, hogy ezen kívül még mit lehetne érdemes beleírnom esetleg ebbe a commandba. Munka közben is, papit nézed, nincsen kifogás. Ezt már szeretem, Rudi, de ha kirúgnak, rám nem hivatkozhatsz. Ha kirúgnak, engem nem ismersz. Még a végén felelőssé fognak engem. Azt érdemes lenne beleírni, hogy várt a befejezés 2029. No. Ha ebbe a tempomba haladunk, egyszer kész lesz. Jó? Jó, boys, nyugi. Alright. Valahogy így, I guess, I don't know. Lehet, hogy még egy-két ilyen lejövő, például oda majd mehet egy concrete, meg lehet, hogy még egy picit jobban lecsúszó concrete-et mondjuk mondjuk oda, vagy oda inkább ne, I don't know, inkább ne. Meglátjuk, meglátjuk, most már csak a concrete jön, elvileg. Beteg vagyok és a gyógyszerem a stream, jobbulást kívánok neked. N9K8LLB. Jobbulás. Egyszer kész lesz, egyszer kész lesz. Egyszer kész lesz, cségózni nem cségózol. Cségózni nem cségózok. Van-e sima concrete-em? Nincsen. Akkor át kéne alakítani egy stack-et. Meg lehetne csinálni, azt Candy is mondta, hogy lehetne csinálni egy concrete maker-t amúgy. Bár nem vagyok benne biztos. Kell csinálnom concrete maker-t amúgy szerintetek? Mert leöntöbb víz az cső. Csinálják concrete maker? Hagyjuk a focista fizetést. Még mindig van a focista fizetés téma? Oh shit, észre se vettem. ja, felesleges ebbe erről esetleg vitákat folytatni.
Mindenki annyit keres, amennyit tud. Na, sajnos ez a helyzet. Nyilvánvalóan én is tisztában vagyok vele, hogy nagyon szar helyzetben vannak a tanárok, és én is úgy gondolom, hogy ez így nem állapot, hogy ilyen kezdő tanár ilyen, tehát szinte minimál béren ilyen 220 ezeret keres kb. Ez katasztrófa. És 220 ezer forint főleg most mire elég? Atya úristen, semmire. Na mindegy, szóval én ezt a részét tökre megértem, és én velük vagyok ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Teljes mértékben. Brutóba? Kezdő talán nem kes 200 ezer se. Ja. Akkor... Ja. Viszont erre a belső részére erre viszont muszáj használnunk rendes konkrétet, mert de nem tudok leönteni vizet. Régi hittantanárom 50 ezeret keresett havonta. Egy 10 éve tanító tanár kb. 250, igen? Ja, mindegy, most ebben nem akarok belekezdeni, mert eléggé nagy feszültség van most ebből így a közvéleményben. Ezzel kapcsolatban hozzáteszem, szerintem tök jogosan. De ebben ne kezdjünk most bele, mert én például én nem szeretném sem az, hogy ti összevesztetek, én összeveszi valakivel, mert mindenkinek megvan a saját véleménye erről. Ja. Lehetne politizálni, ez az, amit amúgy egy kicsit el akarok kerülni, mert annak például valószínűleg nem lenne jó vége. És tessék, szia Eszti, nem is láttalak. Angol talán idős hölgyi kezdtem, van a pályán, vagy 35-40 éve, 240-et kap. Matyó, köszönöm a tessék inni. Egészségedre. Ja, szóval, na, igen, tényleg, na, ne, én is itt mondom, hogy nem akarok róla beszélni, azt mégis erről beszélek. Ne beszéljünk erről. Az a helyzet, hogy most hát nyilván lehet a problémákról beszélni, ez nem én elbújás, csak ez nem feltétlenül itt van ennek a helye és ideje. Miért nem építed fel a falat pádorba és öntöd le után? Ezt mondtam az előbb, hogy szerintem nem tudom leönteni, mert ott van a kárpit a izéken, és akkor a kárpitokat újra le kéne tennem. Aminek annyira most nem akarom. Szóval inkább gyorsan levizelek így egy-kettőt. Vagy hogy csináltuk meg az előzőnél? Már volt rajta üveg? Vagy hogyan? Na, hogyha lerakok egy üvegsort, akkor már lehet, hogy működne a dolog. De nem, úgy csináltuk az előzőnél, itt ennél. Ja, semmi probléma, de az előzőnél leöntöttük szerintem. Külső oldalon öntötted a vizet. Ja, de akkor még nem csináltam meg előre az izéjét, az andezites részét. Ja. Akkor ott előbb csináltam meg a fehér falat. Ja, igen. De ha lerakok rá egy üvegréteget, akkor igazából onnantól kezdve szép a dolog. Jaj, taka. Szóval lehet azt fogom csinálni inkább. Azért kérdezem. Mit kérdezel? Zangetsu? Nem látom. Volt szó a tegnapi BL meccsről, mert érdekelne a véleményed. Szavasz, Jócnik. Volt. Mire vagy kíváncsi pontosabban? Szépülöm a rendesen? Na örülök, ezt örülök, ja. Hát ez a rész itt mindenképpen a Candynek lesz majd a nagy elismerése, majd ha egyszer elkészül, azért ugye ő tervezte meg, hogy hogyan kéne ezt így megcsinálni. A Guardian Farmot, amit majd ebbe építünk, ennek a templomnak közepére, na azt én terveztem, az tényleg egy saját tervezésű Guardian Farm lesz, srácok, képzeljétek el, nagyon kemény lesz. Mármint most, amikor úgyis leöntöd, ne ezt szétszórva tedd le, hanem felfelé építs meg és le felről, aztán magad alatt úgy gyorsabb, ja, lehet. Nyert a lépcse? Ja, nyert a lépcse. GG Dominiknak, meg Orbánnak.
Egyébként gyorsabb újra lerakni a concrete powder, bevizezni. Amúgy lehet szutnak, ez is van. Ilyen nézete is van a dolognak, hogy lehet, hogy jobban járunk, hogyha leöntöm a kárpitot. De már leraktam, és már sajnálnám felszenni. Lerakok egy üvegrétegen. Nem streamer lennénk, miben tudnám magamot elképzelni? Elég egyértelmű, hogy az informatikában amúgy. Nekem van kettő informatikus szakmám is. Meg mióta rájöttem, hogy egyszer így bevillan, hogy mi szeretnék lenni, akkor rájöttem, hogy én ezt szeretnék lenni. És ebbe az irányba is mentem el, már középsuliba is. Szóval, ja. Lerakok ide egy üvegréteget. Aztán onnantól kezdve jók leszünk. Fontos a meccsekről érdekel a véleményed? Figyelj, a Chelsea, a Milan Chelsea az egy jó meccs lehetett volna, hogyha ott az elején nincs a... Hát azt kell mondom, hogy a 11-es gyakorlatilag, mert az egy baj van, hogyha befújt, erről meséltem, most ezt mondtam az előbb, az elején is a streamnek, hogyha befújta a sporja a 11-est, akkor onnantól kezdve neki nem az, hogy nem volt választás, hogy mit adjon, de hát szabály szerint pirosat kellett neki adnia. Hogyha nem fújta be volna a 11-est, akkor tök mindegy. De mindegy, az egy jó meccs lehetett volna. Így egy kicsit az első fél idő ilyen nagyon hát indulatokkal teli kaszálgatás, meg lögdösődés, meg idegeskedés volt, érthető módon nyilván. De mivel befújt a 11, ezért piros lapot kellett tenni, sajnos. Ez van, és ez így szar nyilván. Az egy nagyon könnyen befújt dolog volt, azért ilyeneket, ilyen egy meccsen sok ilyen van. Hogy így egy kicsit megkapaszkodik a védő a támadóba. Hogyha elesett volna Mount, feldobta volna magát, és ilyenkor van az, amikor mondják, miért színészkednek a futballisták, na, ha most Mount egy kicsit színészkedett volna, és szépen feldobja magát, és nem rúg még bele a labdába, meg ilyenek, akkor szerintem kérdés nincsen. Előbb kiemelt üzenetben kérdeztem 20 perccel ezelőtt. Igen, előtt fehér beton nagyfalat csináltad meg. Sorry, Zangeci, ne arra, hogy nem vettem észre. Oksa, leszedem. Igen, már én is gondoltam rá az előbb, amikor ránk néztem. Baj Barca Intermesső vélemény előre? Hát várjunk, hogy mit várok tőle? Félek attól, hogy a Barca nagyon feldühödött állapotban és ilyen revansot akar venni, tudod, és szépen elkeni az Inter száját. Félek attól, hogy az Inter nem fog olyan stabilan és szervezetten tudni védekezni, mint az első meccsen tette azt. De aztán bármi megtörténhet. Én szurkolni fogok az Internek nyilvánvalóan, tökre örülnék, hogyha oda-vissza meg tudnánk verni a Barcát, azért ez hatalmas dolog lenne, de erre van most a legkisebb esély jelenleg. 3-0, benne van a pakliban az is. Az is benne van a pakliban, igen. Én már feladom, mit zeos? Ja, a watch time? Igen, a watch time csak a stream után működik, de sokáig. De nem spamelték sokan. Csak ma is soha többé, de hajrá, Inter. Szavasz, Dave. Szia, Vivcsi. Sziasztok, érkezők. Mi a helyzet veletek? Nem vettél részt a szegény Zeus-t? Mit mondod, Zeas? Vagy köszönt? Szavasz, Zeas. Nem tudom, de azt látom, hogy már panaszkodsz, hogy nem vettelek észre. Ne haragudj. Semmi személyes nincs ezekben, srácok. Nem tudok mindenkit észrevenni. Most érkeztem. Milyen napod volt? Szia Alex, nagyon szépen köszönöm a 300-as. Oké, és napom volt. Semmi olyan nagyon extra dolog nem történt. Voltam vérvételem. Ezt egy. De amúgy összességében minden oké, és Alex. Mint nyomsz, most érkeztem. Hát elég régóta építjük már ezt a csodás. Mit építünk? Olsó Monument projektet. Ez pereg most is.
Nem tudok olyan meccset kitalálni, ahol az Internek tudnék szurkolni. Na, azért biztos van olyan. Biztos van olyan. Mit kell észrevennem, Zeos? Még mindig nem vágom, mit kell észrevennem. Most kezdtük csak, hát ja. Mármint a mai streamet igen. Jó, egyelőre eddig jutottunk, big. Akkor le tudjuk ott már vizelni viszont a konkréteket. Mert ott megvédi a kárpitot az üveg. Szóval hozok még konkrét powdert. Újpest Intel. Várj, Concrete Powderből ennyi van már, csak amúgy. Kellemetlen. Kellemetlen, eljön nem sokára az a pillanat, srácok, hogy el kell mennünk homokért és gravelért. Békés csap a porsza. Amúgy engem úgy lenyugtat, hogy Lucky játszik, igen, ennek tökre ülök, Vipcsi. Ezt tényleg sokan szokták mondani, így megnyugtatom, meg tök sokan erre alszanak, hogy én itt Minecraftozok. Felőlem nyugodtan azt csináltok, amit akartok. Puszi mindenkinek. Létfontossága Ender sárkányhoz lejjen Power-öt? Nem. Nem. Egyáltalán nem. Viszont, hogyha unbreaking sincs rajta, akkor azért érdemes vinni tartalékot, vagy tartalékokon. Hogsak tempi. Nyomjad keményem. Sok sikert az EH-hoz. Hát van, aki alszik, van, aki nézi, meg van, aki húzogatja, persze én nem az, hogy tessék. Tessék. Semmi baj, Szami, semmi baj. Megy a replay, megy. Nagyon jó. Unbreaking 3, Power 4. Az teljesen fullos kopi. Teljesen fullos. Talán még az Infinity kéne rá, de hogyha van sok nyilvessződ, akkor azzal sincsen probléma. Én, amit most tartok, hát nem az, hogy létfontosságonak, mert anélkül is le lehet hozni simán. De a slow falling potion azért az életet tud menteni nagyon sokszor, de hogyha csak íjjal ölöd, és figyelsz arra, hogy amikor ugye oda megy a középre a szigetre, és onnan elindul, akkor ne reptessen fel téged, mert akkor mindig ugye feléd indul el, honnan elindult, akkor az ki tudod kerülni, mert tisztes távolságból nézed, akkor az sem kell. Akkor az sem kell. Meg ugye a vödörvíz legyen nálad mindenképpen a hotbarban, hogyha ránézzél pár endermanre, leteszed magad alá, és akkor nem tudnak megtámadni. Ezek talán ilyen fontos taxok. Hogy hány hétig tervezed vágni a Monument projektet? A videót? Most utóbbi időkben vannak olyan fellendülésem, hogy lent megvágom az első részét egy részben már. És lehet, hogy nem egy videóban megy bele az egész, mert az nagyon durva lenne. Az a baj, azt nem tudom, hogy fogok találni olyan részeket azokban a live-okban, amiket még be is kell vágni magából a live-ból, és nem a replay módból. Mert így nyilván az lenne a megúszós dolog, hogy a replay módokat szépen megcsinálom, bevágom egymás után egy zenével, az cső, kész. De az így nem igaz, az így nem az igazi. Vagy majd meg kell találnom azokat a pontokat azokban a live-okban, amiket érdemes belevágni. Kellemes lesz. A lána arra állsz, amúgy az biztos, hogy lesz benne. Arról volt szavazás, mint mondta, nem tudom, de az nem is lenne olyan, az a baj, az nekem kell eldönteni mindenképpen, hogy tudom elképzelni. Kell valaki, aki segít, akkor hit me up. Nem tudom, hogy lehetne ezt megoldani. Csak derbi, de Itália alatt szurkolok az Internek, de azért van, hogy rúgjon gólt, mert ne legyen Milán feneke alatt. Derbi, de Itália alatt szurkolok az Internek, de azért, hogy rúgjon gólt, mert ne legyen Milán feneke alatt.
Pontosan ezt nem értem, de a Derby di Italia ugye az a az Inter Juventus. Az Inter Juventuson az Internek szurkolsz. Hát nem tudom, Candy. Nyilván fontos, de az a baj, a szavazóknak szerintem a nagy része az meg nem tudja úgy elképzelni, hogy most ebből hogy lesz videó, érted? Meg még én se. Az a baj, azért nem anya mérvadó. Hány napja játszunk? Hát 1402. Elég keményen tudjuk, 1400 napon már túl van. Mindjárt 1500 napos lesz a hardcore-unk. 2000 napon belül kész lesz ez? Hát csak kész lesz, nem? Ezért, hát az még 600 Minecraft nap. Talán. Szasz, Marci! Amikor mondtad, hogy soha nem törtél a csákányt, és utána egyből eltörted, az menne videóba. Ja, az például menne, de azt is, hogy fogom például megtalálni, érted? Nem olyan egyszerű dolog ez ám. Nem olyan egyszerű dolog. Mi a helyzet, barát? Minden ok és dúl, minden ok is. Ha gondolod, Laki, akkor át tudod küldni az első live lementett verziót, akkor megvágom ilyen referenciának, ha nem, akkor nem csak ötlet. Figyelj, Bryce, fel vannak a vodok ugyanabban a verzióban, amiket én így lementek magamnak. Hogyha ott tudsz timestampeket adni, mert hogy neked ennyi időd van, hogy ezeket a vodokat vissza tudod nézni. Oké, lehet, hogy csak beletekergetve. De ha tudsz adni ilyen timestampeket, amiket te szerinted érdemes lehet belevágni, az olyan nagy segítség lenne. Például. Az elképesztő nagy segítség lenne, nem tudom, hogy... De erre kinek van ideje visszanézni azokat a módokat, amiket itt csináltunk. Hát fel van az összes VOD a VOD csatornám. Tippekben nincs meg. Vannak klippelve, de tehát nem minden fontos információ van, vagy olyan dolog, amit érdemes lehet belevágni a videóba klippelve, tudod? Maximum DC-n rádírok. Jó. Itt mi épül? Fel kell, hogy a projekt épül. Még kb. 100 órát kell live-olnod, hogy 2000 nap legyen. Igen? Egyszer elkészülünk ezt. Gyerekek. Felkiáltani a projektép köz. Segítetek. Sokat. 2029. Ahogy figyelj. Kitűzhetjük 2029-et így befejezési évnek, és akkor max azt mondjuk majd rá, hogy uram, atyám, hát hogy lehetünk ilyen profik, hogy évekkel előbb befejeztük. Oksa titi, csak óvatosan. Jó van, Brian, oksa. Előző HC mi volt a kedvenc dolgom? Pakond, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem a lebegő szigetek, azok menők voltak. Meg amúgy a videoskáton Skull Farm, de csak azért, mert az ilyen nagyon grindolos volt, ugye, ami 18, több mint 18 órán keresztül spamproof voltunk. Na hát kéne nekem még fehér beton, és szerintem elfogyottam úgy. Úgy konkrétan. Oké, diorit ide. Kálcit pedig ide. És akkor van itt még ilyenünk, és gravelünk van-e itt? Kéne lenni. Lent is van gravel, azt tudom. Meg itt is van. Jó. Hát akkor craftolunk. Akkor craftolunk. Így, és akkor kérek még fehér festéket. Jó. Még.
ne tűzzük ki, mert magyar vagy, és nálunk a két év csúszás az ilyen vérbeli dolog. Ha akarunk, ha nem, akkor is később fogunk ennyi projektek. Amúgy, ja. Nagyon durva amúgy, hogy mi lehet a különbség amúgy ez például ebben a témában a nem tudom, ilyen más országokhoz képest, ahol egy teljes metró hálózatot építenek fel, nem tudom, egy éven belül. Itt meg egy M3-as metró felújítás meg elhúzódik, nem tudom, 4-5 évig. Tehát ez mi? Mi miatt történik ez? Egy régebbi HC világban visszavenni? Nem, zsombor, mert az, hát az csak csalásra lehetne megcsinálni, meg I don't like playing with csalás. Hosszú a cigiszínen. Banstream lesz-e majd? Jó kérdés, lakaka. Morál, 6 éve, igen? Órabér, mert leszarják, rossz szóval, munkakultúra, mi azért dolgozunk, hogy legyen pénzük, ők meg azért, mert szeretik csinálni. Munkaerő hiány. Meg a korrupció. Szlovákiában még rosszabb a helyzet, ott kb. Kétszer még pluszba ahhoz, ami Magyarországon megy. Hát ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, erre nincs rálátásom. De... ja, amúgy szomorú, hogy ez így működik. Jó, ez az átló így fel van. Konkrételve, meg sem a konkrétezés még azon az oldalon, ahol ugye még megcsináltuk a gradientet. Ezt itt akkor befejezzük, és akkor ezt az összesít itt átalakítjuk, és hát akkor megyünk tovább, I guess. És ezzel meg lesz a fele, amúgy. Japánon kívül kb. Nincs kb. Mindenhol a késés jellemző, nem a sietés. Ja, hogy Japán az, ami nagyon durva amúgy, amiket tolnak. Ilyen lányegén láttam még ilyen posztokat, hogy feltették, hogy földrengés, aztán utána egy héttel utána meg már olyan, mintha mi se történt volna. Ilyen autópályák újraépítés, meg ilyenek, pikpak, nagyon keményen. Nagyon keményen tolják amúgy. Szia Nóri, hello! Ezeket azért be kell pótolni. Azon nem fogok leírni. Oké. Okay. Itt is egy. És itt is még egy, oda leérek. Hát le. Ah. Újra a frész, mikorra várható? Hát most volt egy 3 napja körülbelül. Szerintem hozzávetőlegesen jövő hét elején. Szerintem ilyen egyhetes, vagy plusz-minusz egy-két napos rendszerességre azért jönnek. Reptéren nincsen jobb dolog streamet nézni. Na, Norberto, hova utazol? Have a safe flight, meg ilyenek. Az IC 1 perces késésért lemondott vasúttársaság igazgatója nálunk, az 5 perc még nem is számít késésnek. Ja, más világ, így, így konkrétan nehéz is elképzelni. Azért mávot szokták ezzel így cseszegetni, hogy amire ki van írva a vonat, így az nem azt jelenti, hogy mire kell megérkezni, hanem hogy ki lesen számolni, hogy mennyit késik, meg ilyen. Hát de ez most... Szia Márk, teljesen jó napom volt, kösz szépen a kérdést. Elklasszikon kinek szurkolsz, inkább 100%-ra álmodni.
Ám én most a Barca szurkolókkal én most nem vagyok jóban. Most összevesztem. Tegnap kezdtem a raftot, és most ott tartok, hogy felfedezem majd a jachtot. Mert amúgy a Barca, amúgy önmagában a klub is akkora idiótaságokat csinál amúgy. Ugye van egy kifejezetten away section ezekben a stadionokban, ahol kifejezetten a vendégszurkolók mennek, általában ugye a vendégszurkolók ultrái legtöbbször. Most kiír, de ugye igazából a stadionban bárki bemehet, aki talált jegyet magának, és akkor oda le tud ülni. A Barca kiírta, hogy nem mehet be a nem away sectionbe olyan ember, akin az Inter színei vannak. És így nézek, mondom, pohócok vagytok? És azt mondták, hogy igen, pohócok. Elég kemény, elég kemény. Gondolom nem akarják meg is, nem akarják, hogy megtörténjen az a blama, ami volt velük a Frankfurt meccsen, hogy a sár szurkolóik eladták inkább a jegyeket németeknek. Tehát akkor is, hát ez milyen dolog. Köszönöm, jártál már? Ja, az írót költ nagyon sokszor megmásztam, felmentem rá. Én az írót költ nagyon szeretem, egyik kedvencem az írót kő, ilyen csúcs. Gyerekkoromban tényleg nagyon sokszor, és az elmúlt években is azért már párszor voltam. Melyik magyar csapatnak szurkolsz? Egyiknek sem. Komolytalan. Komolytalan itt ez az egész. Itt ennek szurkolozzál klasszikó alatt is, lehet. Lehet. De amúgy magán Kőszeg városában amúgy konkrétan nem voltam szerintem. De a Kőszegi hegységben van ugye az írott kő, ugye? Asszony. Vakon, te nagyon ilyen anyagias vagy, arra jöttem rá. Legalábbis úgy tűnsz. Ne legyél ennyire anyagias. Amsterdam szerencsére késik a kép, de legalább itt tudok lenni. Szerencsére késik, hogy bele tudjál hallgatni egy kicsit a Möcöhöcö streambe. Na, jó kis holland túrát neked majd. Izén néztünk most Katinkával, amit egyszer meg akarunk nézni. Izlandot. Olyan gyönyörű, csak elvileg rohadt drága. Honnan veszed? Hát onnan, hogy minden másik kérdése pénzzel kapcsolatos. FIFA útéval szoktál játszani streamek videón kívül? Ja, játszottam már. A Division Rivals még nem nyomtam, mert azzal úgy voltam, hogy majd streambe kezdem el, de aztán most már lehet, hogy el kéne kezdeni amúgy nyomni. Izéket játszottam, squad battle-ozokat. Meg draftot. Barca Inter meccse egy mindkét csapat gól jó lehet, igen? Ki tudja. Én nem tudom. Én mondom tőlem, ne kértek ilyen tanácsokat. Én ezekben nagyon rossz vagyok. Na és akkor szépen ezeket le tudjuk vizelni. De szerintem nem raktam le elég időre. Meg kell várni, hogy egy kicsit kiterebélyesedjen a dolog. Így. Viszont tényleg jó. Szóval itt voltak. Ja, annyira gyönyörű, de tényleg. Rengeteg minden van, amit ott meg lehet nézni, meg tényleg olyan természeti adottságai vannak, ami nagyon-nagyon egyediek. Egyszer-egyszer meg kell nézni. Csak füvezni megyek? Ez igen. Semmi kiváltva Don 2000 által. Szép munka Don. Szép, szép, szép. Mínusz 20 000. Gyilkos a FIFA 23. Hát. Ride. Talán egy-két izét még a tetejére kenni, itt vagy még, nem tudom, itt vagy. Izé még egy-két ilyen sarkos átmenetes kálcit ott felfelé bele kéne rakni amúgy így ránézésre. Készül? Hát felkiáltója projekt. Ó,
Ausztráliában kéne a 20 kg-os pókokhoz, meg kengurukhoz. Milyen állatvilág van Ausztráliában? Hihetetlen. Nem jártam még Kecskeméten. Hát, ha voltam is, nem tudom, voltam ott videós találkozom, magából a városból biztos, hogy sokat nem láttam. Nem tudom, voltam a már Kecskeméten. De milyen projekt? Hát ott van alattad a cseten potyász, hát olvasd már el, kettővel a te cseted alatt, ott van leírva. Please. Na mindegy. Ja, ez ilyen. Oké, amúgy körbeérjünk ma ezzel a fallal. Nem tudom, hogy most a falat csináljuk tovább, tehát ott is megcsináljuk ezt, amit most csináltuk. Meg aztán utána majd még egyszer. Vagy pedig megcsináljuk itt is a fogeffektet. Körbe kéne elérni. Az lenne a jobb, az lenne a menőbb, hogyha körbeérünk. Ja. Arra kéne figyelnem, hogy nem mozgassam annyit a fejem a streamekbe, így amikor zene van, mert már írták oda alá, hogy mit mozgatod már a fejedet, ott meg ugye nem hallani. Hát ugye nem hallani a zenét, szóval érthető módon kiakadtak. Hogy nem használok shaders-t? Hát HC-ban annyira nem jó dolog amúgy. Most már mondjuk azért könnyebb a dolog, mert így, hogy csak nullára spannolnak bobok, de például nekem mi a összességében az volt a problémám, hogy egyrészt ahogy kevesebb FPS, nyilvánvalóan sokkal, másrészt meg nehéz volt akkor meglátni, hogy hova kell pontosan még fény, meg hova nem. Amúgy az a fal szerintem egész korrekt lett talán. Kicsit kevesebb a kálcit mondjuk, mint ott. Szódával elmegy. Talán egy-két még ilyen átmenetes blokk, ami még amúgy hiányzik. Talán még azok. Na de, jöjjön akkor a következő sor, következő adag. Milyen kálcitot még rakjak felőre? Jó. Vagy concrete powderből még jó sokat kell majd még csinálnunk, meg üvegből is. Ma már lehet, hogy ki fogunk fogyni az alapanyagainkból amúgy. Ez a szomorú hírem van, szóval lehet, hogy még el is kell mennünk homokért, mert hát ennyi stack homokunk maradt, van ennyi üvegünk. Hát meglátjuk. Ami biztos, hogy én most ilyen többet egyelőre nem akarok berakni amúgy. És nézd meg, helyükön vannak a hopperek. Megint itt hiányzik amúgy pár darab, azok nem tudom hova esnek amúgy, például ide. Ne! Nem akartam elindítani. De megvannak legalább a homokon. Ja, majd akkor megcsinálom kendégem. Ha mentek Izlandra, akkor nagyon ajánlom a személyes véleményem, hogy egy saját autót bérjetek és úgy menjetek körbe, olyan, mint egy múzeum, vagy egy út 20-50 km utáni látványosság. Igen, ezt én is tudtam már, nem tudom honnan, lehet, hogy még a PAM kutya videókból jutott ez eszembe. Sziasztok, de ezt én is mondtam, hogy ez oda mindenképpen. Hét hónapja követlek, és még mindig szeretem, amit csinálsz. Timi, nagyra értékelem, nagyon kedvesek ezek a szavak, és nagyon szépen köszönjük, hogy 7 hónapja nem csak nézed, hanem támogatod is a munkámat. Nagyon szépen köszönöm, még grata 7 hónaphoz. Igen, kerekedik nagyon keményen. Köszönöm, Szabon. Ja, igen, ez az autós bérlés téma, ez igen, ezt már én is tudtam róla, hogy ez így gyakorlatilag körbe lehet menni a szigeten, ugye? Hány kilométer így összesen, hogyha így körbe vezetsz, amúgy az arról van valamilyen info, biztos van valahol. Oké? Okay.
Akkor Andesit kell újra. Lehet, hogy körbenek az egészen alul Andesittal. A Lucky Server, hogy el? Fel kellett, hogy el SMP, megállt, mert hát nem volt rá elég, nem volt akkora igény rá, hogy megélje fenntartani a szervert, szóval ezért ez az már nem megy egy ideje. Az Andesit az megint lent van. Az valószínűleg megint lent van, igen. Már pont azt, amit a szemexponzor kék lencse sokat védi a szemet, stb. De most ez hogy jön ide? Valamort. Ez hogy jön ide? Kékfényszűrős szemüveg. Ezeket kéne akkor leszedni. Nem a slime-okra gondolok, hanem ezekre a csodákra. km kb. Az mondjuk sok. Az egészen körbe. Hát majd pár nap alatt azért meg lehet csinálni, persze. Oké, egy nap alatt is lehet annyit vezetni, de na, sok értelme nincsen. Már pont azt, amit te említettél, csak rossz volt a vég, vagy tég, mi az a tég, vég? Jó, oké. Még csak 2 trimester, de igyekszem kappa Lukixláv. Csak 2 trimester? Köszönöm szépen az 5 hónapot, nagyon szépen köszönöm az 5 hónapot, Nori. Nagyon szépen köszönöm, egy hónap múlva képzeld el, egy gyönyörűséges narancssárga jelvényed is lehet még akár. Köszönöm szépen neked is, Ari Szabodan. Tegelés. Ja, értelek, oké. Okay. Értelek, Voldemort, sorry. Jó. Ebből amúgy azt tudjuk mennyi kell, gondolom benne van a PDF-be, majd megnézem. Ebből azért nem kell olyan nagyon irdatlanul sok. Még nem teljesen. Igen, nem blokkokat akarok belőle craftolni amúgy, mert ezeket úgy, ahogy vannak, le akarom tenni. Legalábbis ezeket is használni fogjuk díszítésnek majd. Tehát ezekből nem ilyen amatiszt blokkot akarunk, hanem tényleg ezt a clustert fogjuk felhasználni díszítésnek. Ezek még nem nőttek meg, ha jól látom. Itt ezen nőttek. Ez megvan nő, az nagy. Aha. Nagyból van nekem egy stack meg 6, egy picit kisebbből meg 6 darab. Nem is lehet. Hogy a Fortune elütöm, majd arra gondolt, szerintem, hogy nem láttam az üzenet első felé, de hogyha Fortune elütném, akkor tudnék belőle ilyen blokkokat használni. Vagy craftolni. Most sárdokból lehet amethyst blokkot, ugye? Arra gondoltam, jaj, gondoltam sajtos. Gondultam. Szép estét, Elipio, és szia Viktor, tiszteletem, viszont. Szevasztok. Üdvít, mi a helyzet? Bang. Kösz a 100-as Voldemort. Nagyon szépen köszi a szurkolást, és amivel beindítottad a másik hype trainünket ma. Kösz, Valde. 60 kell csak a monument designhoz, Lucky. Na, az már, akkor az meg is van. És hova fog még kelleni? Nem fog máshoz kelleni, nem? Szóval, ez a coming meg is van. De az oszlopokhoz, tényleg! Kondiból hazaértél? Na milyen nap volt? Elég jó. Megy a dansz? Chat! Ha megy a dansz, akkor menjen rendesen a dansz. Menjen oda, akkor tessék, én megadom a lehetőséget. Táncol chat, és most csak sör táncol, az igen.
Szegény volt. Szevasztok, voltosok. Megragadott a ritmus. Minden is volt, ez a veszély. Na, akkor következő lépés. Következő lépés, Andezi. Fú, mi van itt, ezt ki kéne világítani jobban egy kicsit ezt az alsó részt, amúgy már ez itt... Elrepülök szépen 128 blokkra inkább. Eléggé off topic, de foglalkoztál már a kriptovalutával, vagy gondolkoztál rajta, hogy foglalkoztasson a dolgok? Gondolkoztam. Egyértelműen gondolkoztam, de soha nem vettem rá magam, hogy belefektessek amúgy. Valahogy mindig ugye a kapujában mindig azt mondta, hogy mégse. És úgy konkrétan hát, így vágom az elvet, meg így azért olvastam róla azért jó sokat, de összességében nekem pénzem nincsen kriptóban amúgy. Azért van a tracklisten, Azaria? Van Azaria. Pár számon rajta van, meg a Jude Law is rajta van. Oké, Andezitet vinnék, csókolom. Elviszek annyi Andezitet, amennyit most csak tudok, plusz még egy kis dioritot. És akkor körbe akarok élni Andezittel. El akarom azt csinálni, hogy most ne csak ennyit csináljak meg Andezittel, ezt egy hossz, vagy hát egy egyénes oldalt, meg egy átlós oldalt, ne bang megcsinálni az egészet. Feléné tartunk amúgy. Négy fal megvan, négy fal van hátra. Az a kérdésem, hogy nekem van egy i5-7600K processzorom, 1050 Ti videokártyám és 16 GB RAM-om az elmúlt. RTX 3060, Ryzen 5900X. Ehhez érdemes venni 240 Hz-es monitort. 3060. Hát a 240 az lehet, hogy jelenleg egy kicsit overkill lenne, viszont hogyha most veszel és majd még fogsz mondjuk videókártyát fejleszteni x év múlva, akkor az nem fog rosszul jönni. De a 3060-nal a 240 Hz-et nem hiszem, hogy ki fogod tudni nagyon használni. Max Chigo-ban, mondjuk. Hogyha így rövid távra gondolkozol ezzel egyelőre csak, akkor tökre érdemes egy legalább egy 140 Hz-eset, mondjuk. Hz-es monitor jó hozzá? Ja, csak kérdés, hogy mi pörgeti ki így a 165 FPS-t. Ugye... Csak akkor kapsz olyan képfrissítési arányt, hogyha nagyjából annyi FPS-ed meg is van a játékban. Kicsit itt lejjebb megy. Vagy nem tudom. Nem tetszik itt, ahogy elkezdtük. Így jobb lesz. Nem azért, de írtam e-mailt, kérdést tettem fel, most nem ide tartozik, köszönöm előre válaszod, megnézem majd valamit, megnézem. Szerintem 240 alapból overkill, 144 nekem fullos. Az, hogy overkill-e alapból, azért szerintem így nehéz kijelenteni. Meg talán nem is érdemes. Na várjál, hogy tudok ide csinálni átmenetet, várjál. Például egy ilyennel. Oké. Hát amikor először 65 Hz-ről vagy 70 Hz-ről felugrasz 120-ra vagy 140-re, az hatalmas nagy változás. Az tényleg nagyon durva. Azt én sem hittem el, mikor megvettem ezt a monitort, hogy wow, ezért mondták, hogy ennyivel jobb ennyi hercen játszani, hát tényleg, tényleg ennyivel jobb. Aztán igazából 140-ről akkora nagy boom változás 240-re nincsen. De észreveszed ott is a különbséget.
Ja. Igazából nagyjából itt tudnám én összefoglalni a dolgot. Milyen oké, és Jack FIFA 22 GG. Szevasz, Bence. Hogy áll a projekt? Így. Így. A belső fehér falaknak a fele már áll. Már csak 1200 és meg lesz a kövi cheer badge. Már csak 1200 és meg lesz a kövi cheer badge? Very big. Hanyos cheer badge-ed van neked? Neked nem is használod a cheer badge-edet. Kösz szépen volt, de a százas. Erelben meg lesz a GC most is? Pont ma estem le GC-ből, C3-ba, de meg lesz a reward, az biztos. Ezt tudja, összehozom. Minden seasonban meg kell lenni a Grand Champ feliratnak. Hiába Silver vagyok, 5K-s? Na szép, na most már látom. Az én gépen sajnos a legtöbb játékban nem pörget ki 80-90-nél több FPS, így nem tudom kihasználni a 144 Hz-et monitort se. Egy 3080 meg brutál drága. Most a használt 3080-ok mennek ilyen 250-be, én azt láttam. Ma jelent meg a 4090. Amúgy. Az meg 1 millió 1. A körül voltak ma. Aztán elkapkodták mindenhonnan. Múltkor egyébként összed volt veled GC Rank Up meccsen, és amikor írni akartam már a végén, olyan gyorsan kilépte, hogy nem sikerült. Általában azért akkor szoktam ilyen nagyon gyorsan kilépni, amikor nem adta. Amikor béna voltam, és akkor kicsit is szégyellem a pofámat, tudod, és akkor nagyon van, mielőtt bárki írna valamit, hogy milyen szar voltam, előtte gyorsan lelépek. Ez ilyenkor szokott meg történni. Nem tudom, az már pontosan milyen meccs volt. De igen, amúgy, még amúgy igen, egy 3080-250, egy használt 3080-ért azért az nem kevés pénz, sajnos az egyáltalán nem kevés pénz. Főleg úgy, hogy én amikor megjelent a 3080, ezt sokszor mondtam, 300-ért vettem. 300-ért vettem, basszus. Így az volt az induló ára. És volt olyan időszak, amikor értek ilyen 700 ezeret is azok a kártyák. Jézusom. Igen, FFL-tünk kirécselhettél valószínűleg, mert lőttél egy öngolt véletlen. Csia csapattársam voltál? Oh shit, az még szarabb. Bocs, tesó. Nem adta. Ami mostanában keveset is játszok amúgy. Na, már beindult a kifogás generátor. Igen, megvan a VIP? Mindössze 1000, bang, szép. Elkezdtem kb. 2 hete Breaking Bad-et, most tartok a másik évad vége felénél, és kezdem függeni, úgy érzed? Na, hogyha másik évad végén ezt gondolod, akkor tényleg majd vissza rá mondjuk a 4.-5. évadba. De örülök neki amúgy. Kezeld el. Kb. Ja. Mostan fel lesz az őt. Azt vágod, hogy mod nem is lehet VIP? Most van 2 pont. Mod nem lehet VIP. Nem lehet egyszer a 2 rólja? Vagy ez nem is róla, vagy minek hívják ezeken? Wow. Hát mindegy. Akkor majd, hogyha összegyűjtöd a csatorna pontot rá, sör, akkor majd válaszolsz, hogy moderátor szeretnél lenni, vagy VIP. Félek a használt piacról, neked még a tapasztalataid? Én is félek a használt piactól.
Én nagyon sokszor inkább, hogyha például nekem gyűjtenem kellett valamire, én nagyon sokszor inkább egy picivel tovább gyűjtöttem, mint hogy használtat vegyek, mert az a baj, benne van az emberben azért az a félsz, hogy átverik, vagy hogy megveszi, aztán másra bekrepál, és akkor cseszheti, már lejárt a garancia, meg ilyenek, azért ezek problémás dolgok, de aztán ugyanakkor meg vannak, nyilván nagyon sok olyan tök jó eladó van, akiknek pedig nincs ilyen hátsó szándékuk, vagy semmi, és biztos tök jó termékeket is árulnak, de én mindig inkább jobban kiszerettem inkább gyűjteni magamnak azt a plusz pénzt, hogy egy újat tudjak venni. Főleg ilyen számítógépes hardware terén amúgy, tehát ez ja. PS3-at vettem, használtam. Komoly pattern vagy full random? Hát, izék vannak, ilyen... kapaszkodó pontok, hogy nagyjából hogy kell pakolnom. Nyilván próbálok ahhoz közel álló dolgokat csinálni. Nem biztos, hogy annyira összejön, de így próbálgatok úgy pakolni. De az, hogy pontosan milyen blokkot hova kell pakolnom, olyan nincsen. Épp random igazából a lényege a dolognak. Talán ezzel lehetne jellemezni. Szia, Tika, cső. Hardware Apró az egy komoly fórum, ahol számítanak az értékelések. Igen, amúgy a Hardware Apróról nekem is vannak tök jó élményeim. Pont most raktam fel egy capture cardot, ha érdekel valakit, akkor megveheti. Még sokat nem használtam, egy 3-4 vagy ilyen 5 eladásom volt, kb. Vásárlásom szerintem kb. Ugyanannyi. De jó. Geri, nagyon szépen köszönöm neked pedig a 3 hónapos reszabodat, dude. Nagyon szépen köszi, és kösz a támogatás, grotok égbecshez neked, Geri. Spiron játszottál régen? Brutál nosztalgikus Spiro, az micsoda? Sajnos azt így nem vágom. Legalábbis így név alapján egyelőre nincs meg. Mit tud a Spiro? Madisonnak az a vége, nincs második rész. Madison 2 nincsen, nem. Az ott az vége lett. Az ott annyi. Az ott bizony annyi. Hát adjából így Andes, itt szerintem ez így Danzo. Talán. Felkiáltójel szám. Ennek amúgy Fort Minor, Remember the Name. Ezt pont tudom, de nagyon sok számot nem tudok, ami éppen megy, mert tök sok olyan szám van, amit a nézők. Nem mentem rá, hogy resume recording, shit. Na mindegy, ez nem lesz benne a replay pipe-ba, hogy itt pakolom a izéket, nem baj. Oké, jött a diorit. De körbeértünk az Andesittól amúgy, hogy nagyjából. Nem tudom, hogy lesz-e elég amúgy betonom arra, hogy be tudjam fejezni a falat ma. Necces, hogy nem. Könnyen elkezdett, hogy nem. Mi nem sikerült, lakaka? Jól esik a streamedet nézni és hallgatni, mivel jelenleg egy nehéz szakításon próbálom áttenni magam. Kitartás, haver, kitartás. Mindenképpen idővel hidd el, minden jobb lesz, és örülök, hogy jól esnek a streameim. Pacsi főnök.
lehet, hogy nem így kéne ilyen egyensen így végigszólani, mert ebbe is lehet, hogy lesznek ilyen bemélyedések. Szóval itt most egy kicsit már most elkezdem a kálcitos területet kialakítani. De mondjuk rakunk egy ilyen átmeneteset majd. Jó. Hardware aprón? Hát gondolom Lucky, szerintem. Nem hiszem, hogy más lenne. Szevasz, vicus, mi a helyzet veled, főnökasszony? Minden okés? Remélem minden okés. Szasz Ádám. Csöcső. Minden oké, és ezt már szeretem hallani. Ez már valami, kérem. Valahogy de kéne majd egy átmenet, mondjuk jöhet akár ide is, bár, hát, ha jó lesz. Bele csempészünk mondjuk ide felülre is. Szóval három, minden oké is velem, nekem oké is antelt, semmi extra. Ja, nagyjából ennyi, nagyjából that's all. Nem siet visszaadni a pénzt a fülesért. Ja, hát már mióta küzdesz vele? Mikor lett először visszaküldve? Az már volt egy jó ideje. Guardian Farmon nehéz lesz megépíteni? Nem. A nederes szájgyát, magát a begyűjtő rendszert azt egy kicsit bonyolult lesz. Olyan items szortírozott meg, hát begyűjtő rendszert még nem csináltunk. Vagy hát én nem csináltam. Csak mert megérdemled kisebb, mint három. Na, erre értékelem a két hónapos támogatásra. Dude, kösz szépen, grat a zöld badge-hez. Köszönöm szépen. Kisebb, mint három bizonyám. Szóval, ja, olyat még nem csináltok, az egy kicsit bonyolult lesz. Nem lesz nehéz megépíteni a Guardian Farmot, de időigényes lesz, az biztos, mert kb. Az egész templom belseje az lesz. Egy hete küldtem el az IBAM számom nekik. De maga a procedúra, mikor visszaküldted a fülest, vagy valami ilyesmi, az már nagyon rég volt. Az már hónapokkal ezelőtt volt, én arra gondolok. Nem vagyok biztos benne, hogy az a három nő megérte azt, hogy sorting system legyen. Hú, mit szerencsétlenkedtünk ott, hogy kitaláljuk, hogy hogyan tudjuk azt megoldani. De én éveztem, szerintem fun volt. Hú, nem ma, ja, azért mondom, hogy az... Nem mai hír. Főleg a cenzurálásra szerve. Fú, az megőrít amúgy. Most ugye a remzeken, meg ugye a Minecraft szervereken már van ez a cenzúra.
De néha olyan szavakat cenzúráz, ami például a vagyok. Azt leírom, hogy vagyok, akkor az kicenzúrázza. És bármilyen mondatban benne van az, hogy vagyok, vagy ilyesmi, akkor azt nem küldi el, megőrülök. Molnár, Szabi Twitch, szia, nagyon szépen köszönöm neked meg a 10 hónapot, atya úristen, hát. Hát nem vagytok olyan nagyon sokan 10 hónaposak, de például Molnár, Szabi Twitch, azok között van. Nagyon kemény, hogy már 10 hónapja te is például itt vagy. Köszi neked is. Köszönöm szépen. Vagy az csak simán. Aha. Lehet. Nem tudom milyen nyelven lehet bármilyen trágárság az, de... Ugyan ő megőrítő. Oké. Okay. De ilyet majd egy ilyen átlós. De nem is kell trágásának lennie, csak valami csúnya szó kezdete is elég. Uh-huh. Csak most vettem észre, köszönöm az ajándékszabot. Na. Ez az, Dávid. Nem tudom, kitől kaptad, de elvileg az értesítésekben le van írva, hogy kitől kaptad az ajándékszabot, szóval esetleg név szerint is meg tudod ezt köszönni. Angolul női nemi szerv rövidítése. De úgy... Hát az I-vel. Vagy simán a V-A-G. Hát, simán a VAG miatt cenzúrázza szerinted? Nekem nem tesz jót az OCD-mnek az a random módon történő blokkpakolgatás? Hát igen, ez nem egy OCD-s műsor, kérem. ott most túl sok lett ott fent arra. Na mindegy, jó lesz. Jó, amúgy mindjárt körbeérünk a Diorittal is, utána jön a Calcite, és már csak a Concrete Powderra, hát mit megyünk? Lesz egy nagyobb ilyen terület Dioritból. Ez ilyen nagyon dioritos terület lesz. Sőt, még nagyon magas is kijön a Diorit. Lehet, hogy ez sok lesz, na mindig. Más streamelni a szavazásban nem engedi beírni a vagy szó. Na, nem engedi, nem? Szerintem... Vagy... A franc se tudja. Oké, okay. Amúgy haladunk. Amúgy tök jól haladunk. Lukixbang. És meg 7 óra sincsen. Lukixbang. Van Zerke. Nagyon szépen köszönöm az 5 hónapos riszábodat neked meg. Hát milyen szuper kis riszábok vannak itt ma, kérem szépen. Köszönöm szépen az 5 hónapos. 5 hónaposan. Nem sokára új badged lesz, akár egy hónap múlva is ez megtörténhet. Képzeld el. Hát, de mondjuk lehet, hogy pont nem kéne. Mi a logika az építésben? Random átmenetes logika van benne. Nagyjából ennyi. Ilyen kiinduló pontok azért vannak, hogy kb. Mennyi blokknál ne logjon túl az egyik blokk a másiknál, meg ilyenek, de összességében amúgy kinda random az a lényege. Ja. Működik, vagy, és a vagy nyert.
55%-kal. Hát erre a szavazásra hogyan sikerült lemaradnom. És most a Twitch lehet azt hiszi, hogy vaginákról szavaztunk. Oh my god. Vezet a Napoli? Ja, Ajax ellen játszanak, ugye? Na. Napoli megállíthatatlannak tűnik. Napoli az legit megállíthatatlannak tűnik jelenleg. Hihetetlen, mit ment Spalletti. Spalletti legénység. Hogy hívják azt a... Grúz az a csába, aki most olyan durvát megy? Vagy milyen nemzetiségű? Meg hogy hívják? Sok támportot adtam. Grúz, igen? Na, akkor jól emlékeztem. Hogy hívják? Kvaratskhelia. Hogy kell kimondani? Jesszus be. Karcsihoz kés, vicus. Ő se tudja. Rossz belegondolni, hogy ennyire eltelt az idő, hisz a Walking Dead sorozatodan nőttem fel. Hát, rossz belegondolni. Én amúgy annyira nem ezt a felfogást erősítem, hogy rossz belegondolni, hogy milyen sok év eltelt, inkább ilyen sokkoló, vagy durva. De én nem annyira sírom vissza azt, hogy az időszak legyen, mert az is jó volt, ez is jó, nem tudom, mindennek megvan a sajátossága, ami ott érdemes ott lenni éppen időben. De ja, de amúgy durva, igen, hogy vannak, akik már azért hát egy évtizede követnek. Kvaratskhelii? Karesz. Jó lesz az Karesznak is. Csak nem sértődik meg. Na, azt hiszem, miért szerintem a kálci. Nagyjából. Shift plusz dupla klik a ládába való gyors bepakolás, kipakolás. Shift plusz dupla klik. Akkor látom a Dahmer vélemények, érdemes elkezdeni. Szerintem egyszer meg lehet nézni amúgy. Ha érdekel a téma, akkor nyilvánvalóan. Szerintem ennek jó volt. Ennek jó volt szerintem. Jó. Kálcit. Andezitet leteszem. Jó. És akkor hát baj még... Izé kéne majd, de azt majd később. Jó. Alakulunk. Szia Réka! A Raft az egy fizetős játék? Meg kell venni, igen. Há, ez a kérdés. A Dahmer az tény, hogy csak akkor jó, ha érdekel, hogy hogyan történt az egész, akik csalódtak benne. Sokan azt hozták fel, hogy nem elég véres. Figyelj! Az átlag nézőnek szerintem ez épp elég nyomasztó és durva volt. A legtöbb nézőnek a gyomra ennél többen nem hiszem, hogy annyira nagyon bevett volna. Szóval azért gondolom erre is figyelni kell, amikor csinálsz egy ilyet. 90-es subgiftnél tartasz, hát te beteg! Valamor, kösz szépen! Nagyon szépen köszönjük a 90-es subgiftet!
Csokis keksz volt a szerencsés, hát csokis keksz. Üdv újra a szavak közön. Kösz szépen, Valde. Mindig leesek. Házas vagyok, papi, tényleg? Akkor jobbulást neked. Amúgy jól néz ki. Amúgy nem néz ki rosszul. Hát tudom, nem mindenkinek tetszik ez a gradientes fal. Zárnyaletes design. De... nekem tetszik. Nekem tetszik. Nálam mínusz volt a sok pucér férfi. Valakinek azt nem veszi be a gyomra, igen, ilyen is van. Nemrég fejeztem be a 13-okon voltat, nem volt valami nagy szám a végei jobbra. Számítottam, én azt jó pár éve megnéztem, nagyon is, már amikor kijött szerintem. És ugyanez a véleményem róla, hogy sokkal, de sokkal többet ki lehetett volna abból hozni. A felütés, meg az első rész, az így nézed, és wow, tök izgalmas, tök jó izé, na vajon ebből mi lesz a vége, így... ok. Bocsak, az első év az jó, lehet, hogy csak azt látom, hogy konkrétan ezen a monument dizájnon minden gradientes lesz. Ja. Jó, de nem... jó, de ne, jó. A izé nem. Az a híd, vagy az az út, ami majd ide fogunk jönni a gyors utazási témával. Az nem. Napoli 2. Mikor fognak ezek megállni? Bajnok lesz a Napoli? Kibírják a szezon végéig? És a Napoli jelenleg jobban egyben van talán, mint a Milán. Sérülésekkel is talán egy picit nagyobb szerencséjük van, hát az Inter az kiszállt a bujból. Most idén az nem annyira kell a Scudettóval hál' Istennek foglalkozni. Elhúzhatja a Napoli amúgy. Eddig mindig az volt, hogy mindig kipukkantak amúgy. Kíváncsi vagyok, hogy most ki fog-e pukkanni. Januárban már dobogons lesznek. Az a baj, a izé ezt mutatja, a tapasztalat, mert tényleg a Napoli mindig így tök jól kezdett, jó nem mindig, de például a tavalyi szezonban is valami hatalmasan nyerő szériával indítottak, aztán nézd meg, nem tudom, azt tudom, hol végeztek végül. Negyedikek lettek talán, vagy harmadikak, nem tudom, mindegy. Az a kérdés, hogy idén is kipukkannak-e, vagy... vagy nem. És a Juve? Hát a Juve az is kiszállt a Scudetto versenyben, az például oda az nem kell, az, ha jól tudom. Az alsó lyuk. Viszont egy-kettőt még ide tehetnénk. Juve örüljön, ha bent marad? Hát szegények. Nincsenek jó formában. Neki nagyon rosszul fog jönni a másfél hónap VB szünen. Akkor olvastam, hogy ami 200 nem tudom hány millió eurót fizet a csapatoknak a FIFA a VB kompenzációért. Az amúgy
azoknak a csapatoknak, akinek a játékosai részt vesztek a VB-n. Az mekkora pénz már? És minden csapatnak annyit fizetnek. Hát ezt elképzelni nem tudom. Az nagyon kemény. Oké, okay, FIFA-nak az semmi. Meg az a korrupciós pénz, amit kaptak azért, hogy Katarban rendezik, abból... Semmi. De attól függetlenül azért azért az már egy Neymar. Összesen annyi. Lehet nekem is el kéne kezdeni így focizni. Az a baj, erre a szintre azért nehéz eljutni most már így. De én azért az NB2-ben is vannak már milliós fizetések, ha jól tudom. Na, visszakanyarodunk ide, de ez most semmi rend, meg semmi ilyesmi, mert ez van. És NB2-ben azért jó, most így nem, de ha járnék edzésekre, meg így visszajönnék a flow-ba, akkor én szerintem ott eltenglengenék amúgy. Jó, lehet, hogy nem. Jó, lehet, hogy nem, de fénykoromban, hogyha nem hagyom abba, akkor simán ment volna. A templom kék forrad? Nem. Teljesen más színekkel lesz a templom megépítve. Át lesz építve. Egy millió eurót kap heti szinten Mbappé? Ja, hát igen, azt tudtuk, hogy eléggé durva szerződést írt alá azért a PSG-vel, hogy ott maradjon. Aztán most kiderült, hogy nem minden a pénz. Most hát, hogy nem attól lesz lehet, hogy teljesen boldog, mert most meg elvileg dobbantana, szóval ki hitte volna, hogy bármi is megessen. NB3-on is ismertem olyat, aki millió per hófizú volt. Uh-huh. Azért NB3-ba azért már beférnék. Hát az szinte már megyei. Láttátok a Weber Gyuris videót? Szia, SX, hellóka. Gyere, harasztiva. Ah. No way, dude. Nincs nekem már ahhoz, én már öreg vagyok, 26 vagyok. Ha most kezdenék el, hát először le kell fogynom, aztán erőlétemet kell feltolni, ó, tudod én mire lennék focista. NB3 nem olyan szerelem, sokan azt hiszik, hogy megy egyben is rohadt jók játszanak néhol. Ja, amúgy oké, okay, az vág ez. De egy ilyen sereghajtó csapatba, érted? Tehát nem azt mondom, hogy meg akarom nyerni az NB3-at. Így egy-két patchből, egy-kettő meccset megnyerünk, az jó. Lehet, hogy kell még Kelce-t, de talán már nem. És akkor White Concrete Powder-öket csinálunk még, egy Shulker Box-it szerintem. Pécs évekig NB3-ban volt, aztán nem lehet oda csak úgy bekerülni. Ja, ezt vág ez. Jó vagyok, Lustafi, kösz szépen.
Kány fog még kálcit. Hát lehet, hogy pont elég lesz. Mindjárt kiderül. Hány rész óta építem? Hát... Ha valaki tud erre válaszolni, válaszoljon, de én nem tudok, azt tudom. Hányadik streambe kezdhettük amúgy olyan? Hát a századik stream az biztos az volt, mikor végeztünk a szárítással, ugye? És előtte akkor egy olyan... Nem tudom, 90 körül, nem tudom. Kilencvenegyedikben kezdted? Hoppá! Kemény! Egy kis rövid ideje azért már toljuk. És még csak... Úgy... Most látnátok egy képet, hogy ennek hogy kell majd kinézni a végén, meg hogy hogy néz ki most. Lehet, hogy minden kitartásotok és motivációtok elmenne. Szóval inkább nem mutatom meg. 16 ezzel együtt, ja, oksa. Nem olyan sok az, még 16 streamje megy amúgy ez a cucli, nem olyan vészes. Az annyira itt nem tetszik, de valahogy így lehet, hogy már jobb is. Mondjuk oda egy picit lemegy még egy konkrét olyan alulra, aztán jó napokat kívánok. Ötven óra már van benne. Vicceltek, hogy ilyen régóta nézem ezt. De ez a Minecraft teteje. Tehát ennél izgalmasabb, meg ennél eseménydúsabb történések nincsenek is. Oda is kéne majd több olyan. Hát az olyan pici lett. Na mindegy, ez most... Azt annyira úgy sem nézzük, jó lesz az. Vagy ide mellé arra a fullatot a jödöt? Á. Nem. Viszont azt értek nagyon sokan, hogy már csináljunk már egy rendes raftot, meg rendesen alakítsam már ki, mert katasztrófa, ahogy kinéz, szóval. Majd arra kell ráperegnem majd a következő raft részbe szerintem. Nem akarok, hogy nagyon gyorsan haladjak akkor most a sztori, hanem inkább kicsicsázom a raftomat. Andez itt nagyon egy vonalba vitted a tetején, egy-kettő lehet majd magasabbra. Andez itt a tetejénél. Jó. Jogsa. Jó, csináljunk egy shulkerboxi concrete-et, vagy concrete-et. Mondjuk ebbe. Például. Van-e még szent? Lehet, hogy elfogyott a gravelom, nem? De nem, van még. Oké, van. Jó, hát ez vagyunk nem lesz elég egy shulkerboxnyira. Mindegy, ez van. Ezt kell szeretni. Ennyi volt. Ennyi volt. Akkor ez el is fér a másik. Izébe. Szóval gravelért el kell mennünk most. Már elfogyott a gravelünk. Oh god. És ezzel biztos, hogy nem érünk körbe. Ez rohadt élet. Tényleg katasztrófa. Azért is örültem, hogy kiszépíted, aztán megtaláltad a jaktot, és nem lett belőle semmi. Ott elvitt a flow. Láttam Gruti igen a kommenteren. De már nem emlékszem, mit írt. Emlékszem, hogy elolvastam és láttam, de nem emlékszem, melyiket írtad te.
Jó! Hát akkor pakoljuk le, amennyink van, nem? Hát ennyi. Nem sok. Odaégtek a sütijeid? Erre valaki azt mondja, hogy nem izgalmas ez. Hát amúgy ennyi. Az Andes itt túl egy vonalban van. De én azt látom a tech gradienteden, hogy az három blokknál soha nem jön magasabbra. De akkor egy-kettőt akkor majd még felhozok. Ja, igen, most majd még megvan. Rutin. Tudom, mennyi a Napoli Ajax? Legutóbb 2-0 volt. Legutóbb 2-0 volt, amikor utoljára infót kapta a meccsre. Most is? Jó van. Ezt a számot tökre megszerettem, ezt is valaki kérte a zenekérős streamem, és nagyon megszerettem. Ráraktam a saját playlistemre is meg. Amúgy azt vettem észre, hogy nagyon sokszor inkább ezt a playlistet hallgatom, amikor így hallgatok zenét, mert mit tudom én, megyek valahova, vagy itt tudom én. Nagyon sokszor ezt a playlistet hallgatom, ez tök jó playlist le. Jaj. Ezeket a gravelöket, amik itt vannak, ezeket kiszedjem. Már megpróbálom. És főzök, odaégett a hús. Kinek szurkolsz? Az Internek. Vagy hogyha a Napoli meccset kérdezed, akkor semleges vagyok. Szegény Ajax is, mikor fog megint olyan magasságokba feljutni, mint volt, mikor a BL elődöntős volt a Tottenham ellen. Az milyen jó Ajax volt, az mikor volt, az a Covid előtt volt, nem? 18-ban talán. A francokat. 19-ben volt. Ó, mikor volt az a BL? 19-ben talán. Mikor volt az a BL? Amikor Liverpool Tottenham döntő volt, a legunalmasabb BL döntő ever kb. És majdnem döntős is. Ja, a végén Lucas jött a Spang. Úgykor ígértél a színvet, ahol egy szó sem esik fociról sikerült, már... Lehet, de lehet, hogy nem. Nincs kell Gravel Hills bajom, ha kiszeded, csak macera lesz a bokokat padló előtt visszarokni. De jön meg ilyenek, 2019? Lucas jött az bank. Ja, hát... én ott nagyon sajnáltam az Ajaxot, én annyira örültem volna, ha ők jutnak döntőbe. Annyira örültem volna, ha ők jutnak döntőbe, de aztán tényleg a végén a Tottenham valahogyan Pochettinól, ugye? Azt hiszem visszajött és tovább jutott. Na, az egy jó Ajax volt. Az egy mekkora Ajax volt. De Ligt ott volt, meg mit tudom, kik voltak még ott. Azért az más tészta volt. Az a döntő mennyire szar volt, uram atyám. Ne is mond. Egyik haverom direkt angol házi döntőnek szurkolt, én meg annyira utálom a házi döntő, az olyan döntőket, ahol egy nemzetből vannak mind a kettő csapat egy BL döntőben, hát annyira gyűlölöm ezt. Nyilván ez azt is jelentheti, hogy az angol bajnokság a legerősebb bajnokság, bár mondjuk szerintem erről mondjuk nincs kérdés. De ettől függetlenül Én azért is szurkoltam az Ajaxnak, mert nem szeretem az angol házi döntőket. És az nagyon, fú, de katasztrofális meccs volt. Az a Milán Juve és BL döntőt is szerintem alulmúlta. Szerintem. Édes vagy sós?
sós. Én sokkal jobban szeretem, én nem szeretem ilyen tortákat, nem szeretem az ilyen krémes sütiket, nem, én ropi, meg ilyen kis ilyen sajtos sulacska, nyom, perfektú. Nem eszek sűrűn chipset. Egyáltalán. Ma mondjuk pont ettem egy ilyen fél zacskóval. De amúgy nem szoktam. Edzéssel, hogy ez nagyon rég nem edzettem. Jóta meg volt a diagnosztikám, hogy és ez nem arra fogom, hogy azért nem edzettem, de csak azóta tudom, hogy azóta nem edzettem, hogy porckoron sérvem van, azóta nem edzettem, és az már volt augusztus végén, közepén, valami ilyesmi. Akkor mondta, mostantól sós kex 0317. Ne. A csokis kex, az még amúgy, az még oké, és azt szeretem. Nézed ma az intermeccset, jaja? Foci edzések vannak helyett, jaja? Nachos chips sajtos. Van majd fejlemény? Nincsen, Laci, ezzel. Hát annyi, megvolt a diagnosztika, az mondja, hogy járjak gyógytornászhoz, ezt műteni nem kell, mert picike, és ennyi, ebben maradtunk, és fáj, ugyanúgy néha kevésbé, néha jobban, de amúgy azt talán már észrevenni, hogy mióta gyógytornászhoz járok, azóta azért kevésbé fáj talán annyira erősen. Tehát voltak olyan időszakok, amikor a saját zoknimat, hát azt hittem megőrülök, mikor fel kellett vennem egy zoknit, mert nem tudtam annyira lehajolni, és azt hittem ott izé összegörnyedek, az ott maradok, annyira fájt. Most ilyen problémák már nincsenek, tehát azért ebből látszik, hogy van fejlődés, de ja, ilyen ez a dolog. Sosrácsos sarcosza. Jó, sikerült. Ne. Ismerős. Heti egy. Ja, de csinálom hétközben is azokat, amiket ott tanulok, érted? Kopogjam le azért? Hát vagy akkor lekopogom, hogyha egyszer nem fáj egyáltalán. Most is, tehát az még mindig megvan, hogy mindig érzem. Tehát olyan nincs, hogy nem érzem. Viszont ezt, amit most érzek, ezt nem nevezném fájdalomnak. Ez ilyen, inkább csak ilyen kis ilyen kicsit ilyen nyomó, feszülő érzés talán. Sosem lesz már olyan, mint régen, ez már az öregedés. Amúgy ezt vágom. Szágon soha nem lesz már olyan, de azért még azért szerintem ezt még lehetne jobban rendbe hozni, én úgy érzem. Én valahogy úgy érzem. Ne! Jó. Hát kibátya, nagyon szépen köszönöm a 100 csíért, köszönöm szépen a szurkolás. Köszönöm szépen a biteket. Oké. Okay. Még van 3 lik, ezt kéne betörni, ezt talán felülről nem érem el. Jó. De nekem is azt mondták, lehet az van, mert egy ponton szúrod derekom, és valamikor lépni sem tudok, mert végig megy jobb lábamba, de a vizsgálatokon semmit nem találtak. Azért mindennek megvan az előnye, hogyha találnak, akkor legalább tudod, hogy nem az, vagy ha nem találnak, akkor tudod, hogy nem az, viszont akkor meg idegesít, hogy akkor mi a tököm. Nekem egy picit ilyen megnyugvás volt, hogy legalább kiderült, hogy már tudom, hogy mi a bajom, vagy mi miatt fájt. Azért ezt jó tudni az embernek.
szívizomgyulladással, hú basszus. Jobbulást Floridon mindenképpen. Ennyi konkrétunk volt, hát nem sikerült körbeérni. El kell menni akkor egy kis gravelért, boys. Egy kis gravelért el kell mennünk. Majd ha visszajöttünk, szóljatok rám, hogy folytassam a felvételt, léci. Annyi gravelt szedjünk össze, amivel be tudjuk fejezni ezt a kört. Ezt a kört, meg ugye még kell tennünk oda még egyszer belülre, meg oda még egyszer belülre. És az tök király lenne. Let's go gravel, addig megkajálok, oksa. Őt vágyat. Ezeket a... átteszem... ére? Ezek is üresek, ezeket akkor meg elviszem, és akkor szerezzünk gravelt. Ez szirtácsos, very big. Jó. Firework Rakitekér viszont haza kéne menni. Firework Rakitekér hazamegyünk. Azon kívül kell majd még nekem valami kaja, az még van. Azokon kívül talán nem. Jó. 26 vagyok. Meddig vagyok? Hát, legkésőbb 9-ig. Fél 9 szerintem. Még egy ilyen órát biztos toljuk. Az a baj, hogy nem tudom merre induljak el. Gravelly Hills-en. 26 plusz száfa. Ja. Gravelly Hills... Hát... Az a baj, nem egy olyan nagyon ritka bajom, de nem is a leg... Nem annyira a gyakori bajom, de nem is a legritkább. Ezt így akartam mondani. Ha kész lesz a fal, mi lesz? Hát szerintem utána megcsinálják az egyel kisebb falat, majd a magentásat. És utána jön majd az Ocean Monument átépítés. És utána pedig az Ocean Monument... Ne, utána jön a farm, utána meg az Ocean Monumentnek a környéke. Hideg éghajlat felé menjek? Oké, az meg lesz. Ja. Yeah. Oké, okay, let's go! Szia Dávid, csöcsö! Gyorsan lecraftolok egy-két... Firework Rakitet, szerintem egy Shulker Boxit lecraftolunk, akkor ahhoz kellni fog elvileg 9 stacknyi Gunpowder, 9 stacknyi papír. Van itt... hát... Jó, akkor csinálunk ennyiből amennyi itt van. Jó, szépen ezt elővesszük, ezt így lerakjuk, és akkor ezeket először átalakítjuk papírra. Aztán jöhet a Firework Rakit. Nagyon nagy. Oké. Na hát majdnem megtelt a Shulker Box, de jelenleg most ennyi van. Teljesen jó. Megvárom, amíg lemegy a nap, aztán gyorsan alszunk egyet. Hú, ez a lift, ez még az kéne, hogy amikor leér, akkor notblokkok lejátszanak egy ilyen jelző hangot. Hát meg még azt is beszéltük, hogy még az is tök jó lenne, hogyha egy olyat csinálnak, miközben megy fel, ilyen lift ezzene szóljon. Tudod, ting 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 ting. Meg ilyesmi. Tehát aztán, hogy azt én mikor fogom megcsinálni, nem mostanában. Az biztos. Liftes zene, jajjá. Bepoltanál lecik a puszikát Bözsinek természetesen. Szávasztok, csibészek. Har. Bözsköse, amely az még él, még éppen pancsiká, jó van, dinnerbonnal. Ma, szávasz. És hoppa, gyendőr menni, de egyszer betévelen.
De rég volt ilyen. Jó. Kap egy kis haladékot. Ott van mind a kettő delfinél még, nagy zsír. Tök jó. Ez a kettő szószán tényleg mindig elmondom, amikor érjük, de tök jó, hogy megoldotta ezt a problémát. Axolotl meg mindig a sorokba akarnak menni valamiért. Ez még mindig működik. Nagyon jó. Dispawn? Dispawn vagy nem dispawn? Hány perces lesz? Nem tudom, Gruti, mert még tényleg ezen gondolkodok, hogy nem is egy részbe kéne ezt megcsinálni. Szóval nem tudom. Nem is akarok tippálni. Most megúszta a csicsa. Most ezt a kört megúszod, hogyha legközelebb visszajövök és itt a szemem elé jössz, akkor azt már nem fogod megúszni. De ti is szeretnétek, hogy diszpannoljon, hát mindenki diszpann spammel, szavaz Gábor. Jó, menjünk. Tartalék sziltácsos izém nincsen. Hogyne volt? Ó, nincs. Viszek egy... Amúgy itt... Vaj, ez konkrét? Van 8 darab, az big. Ja. Na, mindegy, viszünk kettő sárkörboxit úgyis össze tudok szedni egy darab lapáttal. Jó, akkor elindulok arra jeges irányba, arra nem emlékszem, hogy van-e amúgy valahol Gravelly Hills, de tudom, hogy erre van jeges cucli. Hát magától nem tud diszpannolni, úgyhogy biztos diszpann lesz. Hát azért ki tudja, vannak csodák még ebben a játékban. Dobra a tetőről a cicát. Super Nether Ward Farm működik, nem nézzük meg? Legközelebb megnézzük, most pont elindultam, de... Amúgy az... Hát az nem is farm, az csak egy... Hát jó, de farm, csak nem abban az értelemben farm. Biztos működik. Lehet azt akarják, hogy én diszpannoljak? Jó, de mi akarnak ilyet? Mi akartok ilyet cset? Ne cseszetek ki velem. Hoppá! Mit csináltunk itt? Miért van itt kettő beacon? Itt hagytam a beaconöket, really? Ilyen laza csávó vagyok. Avdit viget hírja. Jó. Nem tudod valahogyan beíratni a szolgáddal a watch time parancsot? Meg tudod nézni a watch time-ot, hogyha offline a stream, tehát amikor éppen nem vagyok élőben, azon kívül feltévedsz a csatornámra, meg tudod nézni bármi nélkül. Például, hogyha lelőttem a streamet utána is. Szia Szampi, szavasz, üdvözöllek! Hődetre! De botnak a vastámjára vagyok. Ja, hogy arra vagy kíváncsi, na... Nem tudom, hogy van-e egyáltalán watch time-ja a botnak. De majd megnézem akkor majd stream után. Milyen helyzet fiatalság? Hoppá. Ezt nem tőlem kérdezed valószínűleg. Hát csak úgy repülünk, aztán csak lesz Gravelly Hills. De ez itt már War Motion, az a baj. Vagy lukewarm legalább, ugye? Nem, ez sima óceán, aha! Elegemnek tűnt. Jó tanácsnál az óceánba keres, kösz utnak. Nem tudom, hogy erre egyáltalán voltunk-e valaha, amúgy. Biztos. Na, ilyesmi környéken kéne keresni.
Van itt greva? Nincsen. Itt nem volt. De valami ilyesmi környéken lehet, hogy van ez itt mi. Ez is itt stone, ugye? Emma stone. Beverly Hills zsaruk? Majdnem. Majdnem. Na, ezért az jó, nem? Savanna. Az azt hiszem olyan környék. Hoppá! Ott is van egy kis gravel fault, azt látom, de valami nagy gravel hegy nekünk tök jó lenne. Wow, mik vannak. Jesszusom! Savanna az van meg. De ilyen környékeken azért szokott lenni gravel hegy. Legalábbis az emlékezetemben így van. De lehet, hogy az én emlékezetem a... Not too... Hát ez érdekes. Not too great. Ezért keresek gravel. Miért nem a netherbe keresek gravelt? Gravel. Gravelt. A netherbe könnyebb gravel gyűjteni amúgy, mert ezt többen mondtátok, de nem tudom. Hol van ott annyi gravel? Az óceán nagy a gravel? Ja, hát csak azt kiszedni. Sokáig tart, meg macera is. Ezek jobbak. Jobban megér ilyen helyeket keresni. Hát határozottan nem. Hidegebb részeken van szerintem az első falutól balra. Jó, megnézem majd, de például itt is azért pár stack azért lesz, szóval kiszedjük. Lávánál van egy csomó. De ott is elég, mert aztán kifolyik a láva a falból. Nem tudom, ez valahogyan ilyen olyan bajomok keresése, ahol sok a gravel, valahogyan nekem könnyebbnek tűnik. De ez lehet az én hülyeségem. De itt tök sok gravel van amúgy, szerintem itt lehet össze is szedünk kettő shulker boxit amúgy. Háttérben meg a farlens, igen. Kicsit közelebb hozták a farlenset ilyen 1000 blokk, 10000 blokkhoz, de minden jó lesz. Milyen szar lenne, hogy ilyen max 10000 blokkos távolságokat lehetne amúgy Minecraft-ba játszani. Bedrockban mennyi a határ? Ott biztos kevesebb. Legalábbis ilyen Xboxos vagy PSS verziókban. Barlangban is szokott lenni? Ja, szokott. Na, majdnem egy inventory-nyi már megvan. Az meg már majdnem egy shulker box-nyi. Gravel hegyek pont jók ilyenkor, ja. De nézd, ez nem is egy gravel hely, ez csak sima egy ilyen gravel patch gyakorlatilag itt a... Ez a mi ez? Stony Shore-on. És hol tettem? És izé, nagyon sok van itt is. Szia Dominik! Bedrocknak nincs world border, yeah! Szivac, hogy a bedrock az infinitibb, mint a java. Ez a farlands? Hát az a... Hát régen volt, a régi Minecraft verziókban, amikor már olyan messze voltál a... Olyan sok millió blokkra voltál a pályádon, hogy már nem tudott rendesen
generálni terrorént a játék, és ilyen full laggos volt, vagy keresél rá itt, hogy Minecraft Farlands, és akkor már meglátod, ilyen nagyon fura, nem működik a gravitáció, fél blokkok vannak, vagy így a blokkok nem pont a blokkokon vannak, meg ilyen nagyon-nagyon fura. Amit már nem tudott kezelni a rendszer. Azt tudom, hogy jobban van optimalizálva, de például pont azért, mert mondjuk ugye ilyen Xboxos, meg hasonló verziók is ugye bedrockosok, hogy ott azért le van limitálva. Hogy a konzol... Ja, hogy... De akkor maguk a Word file-ok is sokkal kisebbek amúgy bedrockon, mert hogy az is optimalizálva lett, jobban tömörít, vagy mit tudom én, vagy... De az durva amúgy. Semmel elképzelhetőbb, C++ sokkal jobb programnyel, mint a Java. Az mondjuk, azt vágom, hogy a Java az egy ilyen... Ebből a szempontból nem egy ideális választás. Mindhit programnyel, de... Azt hittem amúgy basszus. Izé... A Bedrocknak... Kevesebb a borderja. Hogy egy korábban van. Farlands után nem is lehet tovább menni, nem? Na, hát most meg már nincs is Farlands amúgy a mostani verziókban, le van, van egy border, ami nem tudsz tovább menni. Az cső. Nem számítottak 10 plusz évre? Hát... Ó, nincs nálam ágy, az viszont egy kicsit... Problémás, de mindegy, megoldjuk. Majd harcolunk közbe. Majd egyszer megcsinálunk majd egy ilyen nagy gravel túrát amúgy, boys. Akkor egy sok-sok shulkerboxnyi gravelt összeszedünk, mert még azért kelleni fog. De most csak annyit szedjünk össze, amennyi elég a rövid távú sikerélményhez. Ott egy falu tényleg. True. Valóban tudnék aludni. Ezért jó a mob switch. Hát, ja, amúgy nem hülyeség a mob switch egyáltalán. De vagy még soha nem. Nem vettem rá magam, hogy építsek. Körbe tudsz venni a Bedrock világon? Lányt elindulsz csak egy irányba, és akkor... Oda fogsz visszaérni, ahonnan elindultál? Olyan nincsen szerintem, azon meglepődnék nagyon. De aztán lehet, hogy van. Én ma már egy-két dolgon meglepődtem. Ne kérdezz meg sajtos kifit többször, kérlek szépen. Láttam a kérdésedet, nem véletlen nem kapsz rá választ. Hidd el. És meglepődtem már egy-két Inter győzelmen. Csalásra gondolom én is a mob switchet, mert most kivesz egy olyan dolgot, ami alap Minecraftban szerintem elvenni a játék élményt. Én nem tartom csalásnak, én semmiképpen. Nem akarok mostában csinálni amúgy. Nem terveztem, sőt szerintem nem is fogok soha. De... Vaj, mi a mechanikája a mob switchnek? Pontosan. Betöltve tart annyi mobot, például Silverfish, hogy nem tud több mob leszpannolni. Ez akár egy farmnak is nevezhető. I don't know. Ja, lehet, hogy valakinek ez csalás, már nekem nem tűnne csalásnak, szerintem.
aztán ki tudja. Szevasz Zabád, csöcső, mi a helyzet? Nincs minden streamben, pedig nem. Hát egy, ha van olyan dolog, amit éppen meg tudunk predizni, akkor azt megpredizzük, de... Nem, mostában nem, nincs gyakran. Kihasználod a játék adottságát, igen, ez... Sokszor ment ő. A spawn chunkban kimaxolod a mobkepet, nem el spannoló szörnyekkel is. Valdemort, nagyon szépen köszi a subgifted, ami már a 92. dude. Nagyon szépen köszi Zobádnak. Very big. Kösz Valde. Aha. Csibészes. Nem elhanyagolható mennyiségű gravel volt itt, hát, de nem ám. Meg jó, hogy megálltam. Tényleg a kettős shulker boxing összejött simán. Vagyis hát megvan, ugye? Azt hiszem. Kb. Annyinak kell lennie most talán. És még ott lent is van, még azokat megnézem. Meg lesz. Négy darab hián. De még ott is van tök sok gravel. Ezt a négy darabot hadd szedjem már össze. Jó, és összegyűjtök még talán annyit, hogy az inventory megteljen, vagy menjünk. Mi legyen, boys? Összegyűjtsek még annyit, hogy megteljen az inventory. Ó, hat darab kell, hát. Squid maps, szép volt. Összegyűjtsek még, hogy te legyen az inventorim. Lehet, hogy nem lenne hülyeség, ha már itt vagyunk. Nyilván egy olyan a házba jövök be, ahol nincs. Gyorsan. Ja, inventoriumot elszedem. De nincs meg az izgalom bányákban, mert lemész, ha van switched. De ezt magának cseszi el, akkor érted az ember, mert akkor mondjuk miért nem játszik pacefulban mondjuk. Vagy nem tudom. Igen, hozzátartoznak a szörnyek a játékhoz. Mi van, hogyha be van kapcsolva a mob switched és átmész egy olyan farmhoz, ahol neked vannak mobok, mint például egy... Ja, az is bele számít, gondolom, a mobcapbe, hogy egy elintegelt silver is például a... az endben. Esetleg City-ben is nem fog Warden spannolni. És akkor a külön Warden-es mob switch, a külön Warden switch, vagy nem tudom, hogy hívják az. Akkor az is csalás. Fontos lootokat dobnak, ja, amúgy például a skeletonok, meg ezek. De várj, akkor be van kapcsolva például a mob switch-em. Akkor például a Wither Skeleton Skull farmom, meg a Gunpowder farmok, akkor azok nem fognak működni addig, amíg be van kapcsolva, ugye? Szóval ezeket mindig ki be kell kapcsolni. Nem tudom, én úgyse fogok csinálni amúgy ilyen mob switch-et szerintem. Valószínűleg azért nem gondolkodtam ezen még az elmúlt időben, mert annyira nem is érdekelt a dolog. Minecraft maga a csalás? Lehet.
Suspect, hellóka. Meg szevasz Laci előtte, meg szevasz Roxy Fox, szevasztok, üdv minden érkezőnek. Gyorsan tele lesz az inventory-m gravel-lel, aztán már itt se vagyok. Hát itt is még annyi gravel van, amúgy ez tök jó. Ilyen helyeket azért kereshetünk még, mert itt viccen kívül nagyon sok van. Erre elcraftozni kéne, arról azt hiszem nagyon régen láttam még videókat, és azt annyit tudok róla, hogy nehéz. Minden megöl egyből, azt hiszem. Ja, meg vagyunk. Go home. Azt mondja, azt hiszem kb. 9800. Azt szerintem az X koordinátánk az nagyjából jó, vagy 8900-nál vagyunk. De azt hiszem 4000 valamennyi meg a másik koordináta. Azt hiszem talán erre nem biztos, meglátjuk. Én vagyok a törött lábú csoki, csak a másik akkumat feltörték. Azt kom. Szevasz. Címben az, hogy pakolod a blokkokat, ehelyett megtöröd őket. Ne arra úgy, hogy félrevezettelek. Ez bizony, ezt magamra vállalom, ez az én sorom. Rémlik, 2245. Ja, hogy mehettem volna egyből oda. De én most hazamegyek először. Clickbait streamer, fúj. Valaki nem spoilerzett már egy, hogy ilyen meg olyan hely van pályán, meg nem. Meg remélem nem is fognak. Ne írugassatok ilyenek, hogy nézd Laki, ezen a koordinátán van 32 darab enchantolt aranyalma. Ilyeneket ne írjatok, létszi. Ígérte egy futásra Margit szigeten, na hát JK. Ja. Nem tudom én is, mikor fogok megint kijutni oda majd. Jó kis futira. Ja, szar, te is, igen? Kendi. Azt hiszem, itt vittük be, azt hiszem, a delfinünket, nem? Nem itt. Akkor nem tudom, hol vagyunk. Bár viszont, lehet, hogy itt bontottuk. Nem, itt bontottuk. Nem tudom, hol vagyunk, mindegy, megyünk. Azt hiszem erre van a haza talán most, egyenesen arra. Itt is erre is van egy gravel plac. 8700, 3300 boys. 8700, 3003 gravel plac. Ez... Tudom, hol vagyunk? Itt egy... Ajj, itt vagyunk! Tök közel van egy gravel placunk, oda majd egyszer elmegyünk. Ez egyből itt van a házunk, a kertünkbe csemmeg. Szia Marci újra. Jó. Oké, okay. Kell valami most a házamból? Szerintem nem. Szerintem mehetünk egyből. Gyűjtök észem erre, csak műsor nézés közben ki lett szedve az a lehetőség. Vissza lesz téve, tehát ne közsd el feleslegesen a pontjaidat. Most egy picit pihen az ASMR, de aztán majd újra beindul. Újult erővel. Új triggerekkel, hogy itt tudjátok. Nem gondolkodtam még rajta, de vagy biztos lesz valami. A házatok balra 50 000 blokkal arrébb, ha leásol 20 blokkot, majd északi irányba ásol 53-at, ott találsz egy követ, amitől még menned kell arrébb 200 blokkot dél-kelet irányba, és ott nem fogsz találni semmit. Kösz Bryce! Kösz dude! Perban Bryce. Ezért a spoilerért. Ez így elég lassú, nem? Ha lépre gondolsz, nem. Sose volt ennél gyorsabb semmi.
Na, fejezzük be, lepakoljuk a fehér betonokat, és a fogeffektel is lehet, hogy a pénteki streamre marad, meglássuk. Egyik részben letépítve a lift, arról lemaradtál? Ne tudd meg, miről maradtál le. Fingom sincs. Én neked én nem tudok megjegyezni, vagy hát meg se próbálok, de... De hát én ezt nem tudhatom. Oké, van gravel. Oké, akkor kérek szépen... fehér festéken. És kérek szépen még homokod. Egy sálkörboxint most csinálunk gyorsan. Replay mode, közi, hogy szóltatok. Kösz, mindjárt beindítom, amint elkezdem pakolni a blokkokat, köszik el. Jó, ennyivel fussunk neki akkor. Ez a két darab nem fér be valahova. De. Nagyon jó. Oké. Megkeresed kérlek a Bryce-féle koordinátát? Nagyon kíváncsi vagyok. Persze, már megyek is. Már megyek is, Szampi. Jó. Meg akkor még izével ki kéne pakolni amúgy. Legalább egy sor üveggel körbe, hogy mindenhol meg tudjam csinálni a... a leöntést. Folytattam, Tomi, folytattam. Még tízszer ennyi zseton és megvan a VIP. Woo! Let's go! Pickpack! Az már csak egy pickpack. Tessék inni Totya által, kösz szépen. Szerinted, ha ma döntetlen játszik az Inter, akkor megvan a továbbjutás? Nem. Tehát meg lehet a továbbjutás, de az még nem fogja eldönteni. Mert a Barca... meg tudná verni a Bayernt amúgy. Egy meccsen. Mi meg kevésbé vagyunk arra esélyesek. Gyorsabban nem tudsz klikkelni. Mint te. Nem vagyok ilyen csaló. Jó, akkor üveget vezessük körbe, meg akkor egy párat átalakítunk ilyen konkrétté. Hányat kell kávé? Hát, egy stack szerintem elég. Az nem csalás, a makró az nem csalás. Hát... I don't know, dude. I don't know. Kamhóban akármi történhet, ezt már tudjuk. Ja. Ja. Na. Akkor először is átalakítok itt szerintem kettő stacket ebből az aljára, és aztán viszek fehér üvegeket. Ennyi van egyelőre, és akkor beszínezek még ennyit. Jó. I won't be ignored! Oké. Okay. Uh,
Erre mondtátok, hogy jobb lenne, hogyha magam alá építenék, mi? Á, mindegy. Hol nézzünk meg, csak néznek a síri csendben történő éneklésre. De volt nézők, remélem tudjátok, hogy milyen muzsika megy a háttérben. Tessék leírni, hogyha igen. És nem ér azoknak, akik itt voltak streamen, ők csalók. Olyan csalók, mint Candy. Pirics. Rod volt már valamikor? Rod? A Rodnak melyik száma van rajta? De szerintem volt. Nekem mintha rém lenne. Mit jelent az a kifejezés? Vagy mire lehet erélni, hogy Pepe D? Srácok, mindenki írja le, hogy Pepe D, mint hogyha most táncolnátok egy jó számra, és akkor megmutatom. A tacsa aznak, hogy mit jelent. Igen, ott most ti látjátok, és ő valószínűleg csak annyit lát, hogy Pepe D így kiírva. Viszont, hogyha megnézed, ott alattan látod, hogy táncolnak a békák, az a Pepe D. És hogyha nincsen neked letöltve a Better TTV, ami egy ilyen böngésző kiegészítő, akkor nem látod ezeket. Ezeket az emotokat. Ennyi. Töltsétek le azt a böngésző kiegészítőt, hogy Better TTV. Telefonon nincs olyan. Telefonon nincs olyan. Ja. Telefonon bizony nincs. Mit? Felkiáltolj el emote, és ott van a link. Csak kicsi, igen, ilyen fontos a kis nagybetű érzékeny. Jó! Radioactive. Ja, akik telefonról nézek, azoknak Rippin Pepperoni. Azt kéne, hogy egyszer akkor itt körbeérünk üveggel még itt az alján, aztán szépen leeresztjük a vizet, és akkor mára meg vagyunk. Ja, meg még ott egy-két tízét azért le kell oda tenni ide a sarkokra. Ja, vágom ezt a betoncsinálót, de, és vannak nagyon jó betoncsinálók, ezt már Candy is mondta, hogy érdemes lenne csinálni egyet, de érdemes csinálni egyet amúgy, mert I don't know. Ez a leöntős módszer is tök gyors. Kösz a tippet, nagyon szívesen, Vivcsi. Monument mellé építettére az mi? Az Super Smelter, az le lesz bontva. Az nagyon sok itemet tud nagyon gyorsan kisütni, gyakorlatilag az a lényege. 64 kemence dolgozik egyszerre ott. Ezért eléggé gyorsan működik. Előző HC-ban is volt, nem? Concrete Maker szerintem nem volt az előző HC-ban. Ah, hibátlan. Oh my god. Megéri megcsinálni gyorsabb, és közben nem kell mozogni sem. Ja, de ott meg állnom kell. Tehát, és oké, majd gyorsabban alakítja a cuccokat, mint ahogy én csinálom, mondjuk. Ja. Oké, igaz. Bég. Szép estét, maszlag. Szevasz.
Nem mutatom, majd persze, csak előtte fejezzük be azt, amit ma meg akarok csinálni, aztán a végén majd is ugye nézzünk egy ilyen fenti körképen. Lesz elég, hát nem lesz elég üvegem ahhoz, hogy körbeérjek, de nem kell olyan sokat craftolni. Bár mondjuk ott azon a hosszú oldalon, most nem hosszú, mert mindegyik kb. Ugyan hosszú, csak azon az egyenes oldalon, azon nem is lenne feltétlen kötelező megcsinálnom végig üveggel, csak amíg lefolyik innen a víz. Ja. Nem tudom, még egy ilyen fél órát toljuk kb. Vagy hát annyit, amennyi idő kell nekünk ahhoz, hogy ezeket a belső falokat be tudjuk fejezni. Nem sok idő már szerintem. Összevágott rész, majd egyszer. Ezt a zene közben formot építeni. Ja, az Invangus zene közben, ja. Replay mód megy. Lehet, hogy lesz olyan MC videó, ami hasonló volt az a legutóbbihoz, az a random dropposhoz, de nem tudom milyen legyen. Csak egy ilyen hosszabb távú egy videós dolgot, de az mostában nem is hallott az elmúlt hetekben, szóval azt újra el kéne kezdeni belepakolni az órákat. Nem tudom, hogy milyen ilyen videót lehetne csinálni. Ami az nekem is kedvem van, meg úgy érzem, hogy mókás is. Jó. Akkor ide jöhetnek a white concrete-ek. Körbeértünk amúgy az üveggel, azt hiszem már mindenhol megvan, ha minden igaz. Meg... Ott megvan csinálva? Ja, nincs felépítve. Jó, akkor hozom a concrete powder-öket. Morph mode? Annyi az nem vagyom. Nem tudom, van értelme azon kívül, hogy megnézheted, hogy milyen vagy mobként? Nem tudom, kérdezem. Egy blokk skyblock az is hosszú távú dolog lenne, az... Én egy-egy videókra gondolok, mint például volt a random droppos, tudod. Hogy nem kell vele sorozatot csinálni, meg ilyesmi. Nem az alsó sorba csetszem, hanem felé. Hát mert alatt a kárpit van. És így az elfoglalja azt az adott blokkot gyakorlatilag attól függetlenül, hogy ott van majdnem egy teljes blokknyi rés. Tehát, hogy a kárpitre teszel blokkot, ugye a felette lévő blokkra teszi. Find the button, az micsoda? Ez, hogy find the button. Dev swap. Az is mi? Nem tudom ezeket, mik ezek. Ne! Nem vagyok tisztában. Ez az Dintil. Vagy Dinti. Bocsánat. Valami datapack. Kösz a segítséget, Barni. Sima speedrun. Nem egyszer, de már párszor már beszéltünk ezekben erről streamben. Mókás lenne egyszer megpróbálni, hogy milyen speedrunolni. Egyszer majd meglessük. Meg kell keresni egy elrejtett gombokat a pályákon.
Az még akár érdekes is lehet, vagy nem tudom, ilyen kihívásos, nem tudom, majd utána érzek, hogy ezt hogy kell képzelni. Közben 3-1 a Nápolénak? Na. 3. perc, az vége lesz most már lassan, nem? Ez mind Diamond kihívás, ó, hát az mikor volt az menő? Hát az sok-sok éve, amikor itt kihívtuk egymás videósokkal, vagy kihívták egymást. Mikor Benny Pova YouTube-on streamelte a möcöt. Abban az időszakban volt. De ezt maga, amikor ketten vagytok, és időnként helyet cseréltek, és ilyen csapdákat kell csinálni, hogy amikor csere van, beleesen a másik. Ez sem hangzik rosszul. Még James-től láttad? Az sem a volt. Az öreg jámes. Milyen volt a foci múlt héten? Jó volt, szuper volt. Speedrunt adnám MP számlálóval együtt, ja, mindenképpen számlálóval. Az csak annyi plusz meló kéne magamtól, amit nem tudom, hogy mikor fog tudni belepakolni, hogy megtanulni azokat a technikákat, azokat a stratégiákat, amikkel tényleg meg tudod nézni, hogy mi hol van, meg hogy mikor mi kell az ocean-ös stratégiához, hogy azt vidd végig. Az a baj, ezek nem olyan egyszerű dolgok. Legalábbis így a fejemben össze van gabajodva egy kicsit ez a rész. James csak JT-ről ismered, vagy személyes ismertség? Hát JT miatt ismertem meg, de találkoztunk már többször is személyesen. Ja. Várod a foci VB-t kicsit. Az, hogy neki, hogy jó volt, azt mondd el, hogy hány kötényt kaptál, nem azt kérdezte. Azt kérdezte, hogy jó volt, te is jó volt, amíg nem jöttél. Olyan dreamers idő jó lenne, nem, Bencékkel? V. Bence! Igazából időről is jobb és jobb lenni a speedrunban, hogyha próbálgan. Hát ja, ott is biztos nagyon sokat segít a tapasztalat, meg ezek a hasonló finomságok. Sőt, biztos azok segítenek a legtöbben. Van egy ilyen speedrunner csáva, aki aztán most tartja a világrekordot az összes advancementhez. Azt hiszem, ilyen szemüveges csávesz, szőke vagy világos barna hajú, nem tudom, ilyen vékony figura. Tök ügyes, nagyon ő, Feinberg, azaz. Nagyon ügyes, nagyon komolyan tolja. És nem ezeket a speedrunokat csinálja, tudod, hogy ilyen azokat is biztos csinálja, hogy minél hamarabb megöld a sárkányt, hanem az összes advancementet, mennyi a világrekord, azt meg tudod nézni, Candy, amúgy. Vagy az összes advancementet megcsinálta a játékban. Majd tizen, nem tudom hány óra. Szia, kacsa! Nagyon komoly világrekord. 14 óra 52 perc. Nagyon komoly. És tényleg az összes advancement, érted? Az összes. How did we get here? Az még a... easiest pickings ever. De channeling-es trident-tel, hogy jöjjön rád egy vihar, ott is egy tök nagy szerencse kell, meg... valami 4 óra. Mi van? Akkor mi a 14 órás? Mert nekem is rémlik egy 14 órás. Csinálj kölcsákány. Kettő óra 51. Az összes advancement 2 óra 51. Hát nekem 14 óra alatt se sikerül az összes advancement valószínűleg. Beteg. Az nagyon komoly. De az lehetséges. Hmm.
Szóval nem hittem, hogy James MC az osztálytársa, nagyon meglepődtem, és le is fagytam. Ez mikor van? Ez a sok macska meg állatszaporítások. Tényleg alapból a macska szaporítások elvisznek 3 órát, hát ne ideges íjjj. Ez szar. Nagyon komoly. 3 órán belül minden advancement. Nagyon kemény. 1.16-os. A mostani speedrunnerek is az 1.16-ba csinálják még, mert ott azért az könnyebb. Azt hiszem. Mert ugye még a régi világgenerálás, hogy nem olyan magas, meg nem olyan alacsony a világ, meg ilyenek, amiatt azért könnyebb abba elvileg. Ezt meg fogod nézni? 7 óra 41 idő volt az 1.19-ben, aha. Annyival, annyival több idő egy speedrun, basz. És meg a brutok, tényleg. Annyival több idő volt 1.19-ben. Ja, 1.19-ben több idő. Van olyan kihívás, hogy minden item megduplázódik? És mi abban a kihívás? Mármint komolyan kérdezem. Nem annyival több idő, csak senki nem speedrunolja. Á jó, de jelenleg annyival több idő. Most azt nem mond már nekem. Sárkánytojás. Mi van? Úgy kell kivinni az Ender Dragont. De ezt nem értem, ezt a duplikáció dolgon. Mi az, hogy minden item duplikálódik? Hát úgy könnyebb kivinni. Kivinsz egy stone-t és 2 cobblestone-t kapsz belőle, vagy ez hogy ér? Nem értem. Ja, valahogy úgy. Hát de abban nincs is kihívás, hát az... Az még könnyít inkább a játékom, nem? A duplikáció csak ilyen fán, hogy könnyebb, viszont sokat nem üthetsz, mert lefogy a játék. Just Minecraft things. Lehet érdemesebb lenne ide több vödröt is hozni amúgy, de no worries. Amúgy fehér betonból fog nekünk még nagyon sok kelleni? De Candy, szerintem nem. Na akkor van egy shulkerboxnyi gravelünk a... izéhez majd, magánta a concrete-hez. Azért mondom, fehér betonnal akkor nagyjából meg vagyunk. Very big, az mekkora haladás. Nagy. Igen. Hát, hogy már volt róla szó, de mit vársz a mai Barca Inter meccstől? Cső, hát volt róla szója. Szója. Bármi megtörténhet. Elég keményen odaverhet akár a Barca, de hogyha túl stresszesek, az is megtörténhet, hogy nem jönnek be a dolgok. Győzzön a jobb csapat, és ne egy véleményes vagy megkérdőjelezhető bírói döntése múljon. Aztán történjen, ami történnie kell. Szia Timi, hát hogy ne vónánk?
Az lehetséges, hogy Ancient City-be spawnolj. Hát... elvileg mivel... végtelen lehetőségek vannak Seed meg spawn terén, ezért... gondolom igen. De az szerintem nagyon... nagyon sok mindennek... meg kell történnie egyszerre. Bár nem hiszem. Hát... szerintem olyan mélyre nem tud spawnolni amúgy. Vagy igen, hogyha nincs más lehetőség, mert ugye mindig a játék azt keresi a legmagasabb pontot, vagy a legközelebb a felszínhez lévő pontot, ami legközelebb van a 0-0-ához, vagy valami ilyesmi. Valami hasonló. Nem biztos, hogy nem biztos, hogy legközelebb, sőt biztos, hogy nem, de... nagyjából valami ilyesmi a lényeg. Nem? Talán. Igaz, így gyorsan még itt átfutok alul majd körbe, hogy nem szedte fel bárhol a kárpitot a víz. Ja, persze, az úgy sokkal könnyebb, igen, igen, azon. Például a Netherite-ot is szerezi, persze, csak hát. Ja, ha valaki úgy akar játszani, játszon úgy. Azért az kicsit megkönnyíti a dolgokon. Ancient City spawn bedrockban ott van egy azé. Seed. Hoppácska. Elvileg hasonlók a spawnok már Jávában meg bedrockban. Legalábbis 1.18-ban vagy 1.19-ben ezt csinálták meg, nem? Hogy tök hasonlók a pályák. Na. Jó, itt minden megvan. Jó, szuper. Ez sikerült. Péntekkel akkor azt fogjuk megcsinálni, boys, hogy itt a fog effect meg legyen mindenhol, ugyanúgy, mint itt. Ez jó sok üveg fog kelleni, de erre megcsináljuk. Ez az a fejfülesem, mert semmi ott van a polcon. A régi. 13-14-es tanév, fél évkor jelentkeztem át egy másik suba, azt hiszem rendészeti szakra tettek be a tanárok, mert úgy adta ki a helyzet, következő évtől meg átjelentkeztem villanyos szakra. Esküszöm, hogy tök csilles FIFA-ban momentezni, hogy közben téged nézlek és hallgatlak, innentől csak így fogom csinálni, jó van már, legyen így. Minecraft-i azt írja, hogy Emeraldot csak speciális hegyeken lehet találni, de közben bányákban is lehet. De csak olyan bányákban, ahol ami speciális hegyek alatt van, nem? Ha ma haladtál rendesen? Ma haladtunk elég keményen, megcsináltuk körbe a belső fehér falunkat amúgy. És nem lett a legtökéletesebb a gradient, hogy mindenképpen maga után kivetni valót, de összességében amúgy ez alakul. Alakul ez. Alakul, mint a rohadt élen. Ja. Szép munka. G, tudod G, úgy bizony. Hatalom árnyékában című... nem láttam, Laci. Hatalom árnyékában. Mi angolul a címe? Nem láttam szerintem. Jól néz ki amúgy. Jól néz ki. És akkor alatta még mondja, de jó lesz. Pacek lesz, srácok, pacek, srácok, mindenképpen. Eddig jutottunk ma, és amúgy én nem hittem volna, hogy az egészet be fogjuk tudni fejezni, legalábbis én ezen most egy kicsit így meglepődtem, hogy milyen kemény csávok vagyunk. The Ideas of March, nem láttam, miről szól, Laci? Ezért ma nyer az Inter? Hát figyelj, én nagyon boldog lennék, ha itt történne, de majd pénteken kibeszéljük akkor majd a mai meccset. Szimai Gergőnek egyik kedvenc, azért írtam fel a napokban, néztem meg elég jól, na, jó van. Oksa. Felírtam én is mentálisan. Amerikai politika? Aha, oksa. Steven, én mondtad, hogy akarsz valamit mesélni. Ja, majd írok, majd leírom. Lehet meccs közben, hogy nem tudom, X is jó, minden jó. X is jó. Mindenképpen, na srácok, én meg szeretném köszönni, hogy itt voltatok velem ma ezen a csodás kis möcö-höcö streamen. Én nagyon bízok benne, és remélem, hogy azért itt el voltatok. És folytatni fogjuk
még a héten egyszer, pénteken 14-én. Lejjetik, itt már népsorolvasás lesz. Oksa, Kruti, legalább ez is le lett tesztelve. Szép estét kívánok nektek! Aki esetleg megy meccset nézni, annak jó meccsnézést, aki megy dolgozni, annak jó dolgozást, aki megy pihenni, annak jó pihenés, aki megy tanulni, annak jó tanulást. Bármit csináltok, az legyen jó. Ok. Oksa, srácok, találkozunk akkor majd pénteken. Szép estét! Szevasztok!